Igazából ennek az egész megbeszélésnek a műfaját azt közösen kéne kitalálnunk. Amiért én ezt kezdeményeztem, annak az az oka, hogy ugye elég nagy port vett fel ez az egész eset, és gyakorlatilag azóta is úgy heti 2-3 olyan e-mailt kap a szövetség, amelyben különböző okokból gyakorlatilag nem számon kérik, de hát majdnem azt, hogy mikor ül már le, mikor tesz a szövetség valamit. Megmondom őszintén, hogy nem értem a szövetségnek mit kéne tenni, hiszen valószínűleg ezek az emberek kicsit félreértelmezik a szövetségnek mind a feladatát, mind a hatáskörét. Tehát ugye van, akik egyfajta ilyen bíróságnak képzelnek minket, hogy most mi aztán megmondjuk az igazat, a tutit. Aztán van, aki egyszerűen csak érdeklődik, vannak, akik ilyen nagyon okos szakértőnek tartják magukat, és elmondják, hogy pontosan, hogy mi történhetett. Úgyhogy szerintem a minimális az az kéne, hogy tényleg tisztázni azt, hogy mi történt, és hogy ezt hogyan kommunikáljuk. Meg kéne beszélni, hogy hogyan kommunikáljuk, meg mit kommunikáljuk egyáltalán. Tehát nem egy ilyen hivatalos kényszer van a szövetségen, hogy hozza létre ezt a megbeszélést, hogy szervezze meg, hanem egy ilyen nem hivatalos nyomás van rajtunk, és tulajdonképpen egy országos társadalmi szervezet vagyunk, tehát ennek meg kell felelni. Szakály. Tessék? Szakály. Hát és felszakály is polszövetség, igen. És de a másik az, hogy a korábbi expedíciók után is volt, és hanem is mindegyik után, de valószínűleg nem árt az, hogyha legalább a szakmabeliek ezt ugye kicsit átbeszélik. Nem is nem viszont, de jó volt szét 2009-ben az még publikálva. Persze, fent voltam. Úgyhogy gyakorlatilag ez lenne a kiinduló pontja ennek a mai beszélgetésnek. Ha valakinek bármilyen jobb ötlete van, hogy mi legyen a vége ennek a beszélgetésnek, a kimenete, akkor az mondja el. Nekünk el kell dönteni, hogy a szövetség most erről közzé tegyene valamilyen nyilatkozatot, közleményt, vagy azt mondja, hogy nem tesz közzé semmit, mert nem az ő dolga, és fél év után már úgysem lesz senkit, akit ez érdekel. Hát ezt már egymástől megbeszéljük, de ezek az opciók jelenleg. Nem tudom, kinek mi a véleménye erről. Igen, van egy pillanat, ha esetleg ez tényleg közre benne leszünk, vagy ez közre tesszük, akkor bemutatja valamelyiköt, akit a résztvevőket, mert esőtől ki kicsoda itt egyébként, mert mi egymást ismerjük kb. De ha ezt valaki külsőn is nézi, akkor nem fog minket ismerni esetleg. Persze, ezt én azon a véleményen vagyok, és én ezt a Péterrel meg is beszéltem, hogy ennek csak úgy van értelme, hogyha ezt közzé tesszük legalábbis ennek a tanulságait, illetve mindazt, amit itt még nem tudom, mit lehetne még jobban kihámozni, de amit még ebből kihámozunk, lehet, hogy lehet. Amit ebből kihámozunk, azt mindenképpen tegyük közzé. Mert a mai napig is vannak olyan megnyilvánulások, nem is kevés, sőt, mi több közülünk is, sajnos. Akik teleírják butaságokkal az újságokat, nem újságíróról beszélek, hanem őket se kell félteni, de most nem újságíróról beszélek, hanem saját magunk közül való régi, öreg, magukat szakértőnek tartó hegymászók hintik az igét, és ezzel újra fölkavarják mindazon, azt mondom, hogy tájékozatlanok fantáziáját, akik valamit véltek ebben az egész dologban eltusolni, vagy elhallgatni, vagy nem megmondani, ugye a kettő majdnem egy és ugyanaz. Tehát én mindenképpen azon lennék, hogy ez legyen sajtónyilvános, ez legyen közzétéve, és tényleg mindenki tegye föl azokat a kérdéseit, és itt beszéljük meg, hát azért szakmai berkekben vagyunk, beszéljük meg, hogy mi az, ami a legjobban zavarja, és mi az, ami a legjobban érthetetlenné teszi ezt az egész ügyet. A menetével kapcsolatban ez teljesen korrekt így. A menetével kapcsolatban, csak hogy ne éjfélgüljünk itt, de azt kérdezik, hogy mindenki föltesz, hogyha már kérdésekre válaszolsz, akkor mindenkinek legyen két kérdése. Úgy sorba megyünk, vagy nem tudom, csak hogy legyen ez valami rend az egészben, mert ilyen partnán beszélgetés. Egyébként Péter, ez iszonyú gyors lesz. Nyilvánvaló, ti olyan kérdéseket nem fogtok föltenni, amit ismertek. Tehát nem fogunk, mint néhány kérdés, én tudnék mondani, szóval tudnám irányítani is ezt a moderálni, ezt az egész helyzetet, mert tudom, hogy hozzám mi ér el, mit látok, milyen, főleg amiben ugye az én hibáimat, udasságomat keresik, ezt beszéljük ki, nincs ezzel semmi van. Nézzük meg, hogy szakmailag megállja a helyét, mit lehet ezekkel a dolgokkal tenni. Tehát nekem is van egy pár ötletem, hogy mit kéne, miről kéne beszélni. Ami csupa bolondság, de beszélni kell róla. Ami szerintem nem nagyon kéne kitérni, az az, hogy
most nem a cikkeket, hanem a, ugye mindenit, mert mindenki nyilatkozott mindenről, és ugye a tisztességes nyilatkozók, azok magamat is ide számítom egyébként, hozzáteszik azt, hogy én a jelenlegi információk alapján tudok mondani valamit, ezek nem teljes információk, tehát lehet, hogyha holnap hallok egy teljes információt, egész mást mondok. Ugye ez mindig ezzel kezdi az ember, ami rendben kimegy a nyilatkozatokból, és akkor kivágnak ilyen apró dolgokat, ma is valamikor olvastam, hogy én ilyeneket mondtam. Tudod, mikor mondasz valamit, leírják, és akkor úgy ilyen random módon kiválogatnák a szavakat, és akkor összeáll valami többé-kevésbé nyelvtanak helyes mondattá, és nem is mensz el, mi történt. Tehát nem akarom védeni mindenkit, de azt mondom, hogy hát a újságírók jobban tudják, hogy a nem mindig az jönnek meg a médiában, hanem ha csak nem nyílt élő egyenes adásról van szó, amit te mondtál. Tehát azért mondom, hogy szerintem itt ne arra hegyezzük ki, hogy most ki, mit, hogyan, mert ez a velejárója az ilyennek. Vannak kardinális kérdések ezek között is, tehát olyanok, amelyek nem számomra kardinális kérdés, mert én tudom rá a választ, sőt le is nyilatkoztam többször is, de ez az emberek füle mellett elmegy. Hova tovább, olyanok füle mellett is elmegy, akik azért valamit talán kellene, hogy értsenek hozzá, legalább saját magukat. Nézd, ha mindenkinek van két kérdés, neked is lehet, te meg kiválaszod azt a pár kérdést, amit azt úgy gondolod, hogy erre ezt meg kéne válaszolni. Még ha nem is itt hangzott, de... Persze, kezdjük is el akkor. Akarja valaki kezdeni? Mert egy összefoglalót, ha akarsz mondani róla, de azt hiszem, hogy... Bocsánat, a nézők miatt a bemutatás. Igen, tedd meg, légy szíves. Én nem ismerek mindenkit személyesen. Jó, hát akkor én... Akkor én elkezdem, rögtön a másik végéről kezdem, bajusz szerint megyünk itt hirtelen. És Futó Endre... A Szövetség Hegymászó szakágának az egyik vezetője. A vezetője. Igen. Pétervári Gábor régebben még volt Nagy Sanyi előtt ennek a szövetség elődjének az elnöke, vezetője. Igen. Szakág vezetője. A 2009-es balesetnél ő vezette a vizsgálatot, amit én személyesen kértem, mint szakág vezető, igen. Ő vezette azt a vizsgálatot, amit személyesen én kértem, és kértem, hogy minden eset legyen ezen túl úgy kivizsgálva, hát ez most nem sikerült, de most itt vagyunk ennél. Farkas Péter a szövetség elnöke. Többet nem is mondok róla, mert ez éppen elég. Én magam Kollár Lajos vagyok, a Magyarok a világ 8000-esein expedíciós sorozat vezetője és szervezője. Babcsány Gábor a szövetség tiszteletbeli tagja, extrém mászó, Magyarország nagyon híres és nagyon jó mászója. Nézi szembe velünk a poharaknál. Fucskó László szintén bemutathatom, egy kiváló és kitűnő magashegyi mászó. Most találkoztunk össze Lacival, és mint hallottam, 92-ben ő járt a Kancsenzöngán, egészen 7600 méterig volt is fönt, tehát azért mégiscsak nem egyedül vagyok, aki ezt a terepet egy kicsit ismeri. Green Balázs a Magyar Nemzet szakírója. Azért is van itt Balázs, mert néhány cikk, egyébként szakírunk, azon kívül pedig néhány cikk a Magyar Nemzet hasábjain jelent meg. Néhány olyan cikk is, amiről majd érdemes ami nem a cikkről, hanem a tartalmáról egy-két szót ejteni később. És Kunos Gábor, aki bemutatja saját magát. És ezzel végzünk. Most pedig látom, jelentem be, tehát a Révén Hintzsal, meg egy sportmász a szövetség, ezt kellene ezt pillanatba a tudomásom szerint hivatalos kívülda helység, ahol szerintem volna, azért felajánlottam Péternek, hogy másnap végén, itt ezen a helyen, tehát a Magyar Természetjáró Szövetségnél összehívhetünk ebből a ügyből, kifolyólag amúgy az NHSS egyik szakhelytelenség, a Lakasegi vonalon, és minden ezt csinálom itt a Magyar Természetjáró Szövetségnél is. És nem utolsó sorban, de a kameránál és a végén Barabás Laci a blog írónk, szerkesztőnk, szerzőnk, és a Négy Bakancsról is jól ismerjük őt, tehát ő még a vendégünk, és szeretettel várjuk ide, és úton van Sterczel Hildát, csak csúszik ebben a nagy hóviharban, ködben és a forgalomban. Nem soká meg fog érkezni ő is. Tehát a bemutatáson túlmentünk akkor. Esetleg van egy olyan igény, hogy egy általános jellemzést erről az egész dologról elmondjak, jó.
a tavalyi 2012-es Annapurna expedíció fiaskója egy kicsit összerázta, illetve fölrázta a csapatot. Olyannyira fölrázta, hogy Lukas Markunk keretébe sajnos, ehhez hozzá is teszem, hogy elveszítettük egyik barátunkat, Horváth Tibit, aki, majd erre kitérek, hogy ez hogy történt, mint történt, csak egy mondatba, aki sajnos egy elég kemény fejűség és emberi mulasztás és figyelmetlenség révén esett egy lavina sorozat áldozatává, és ebből aztán fakadt egy jó nagy vita, és egy újságíró is volt velünk, és ő ezt az egészet meg is írta, noha ezt nem lett volna neki szabad. Na hát ebből aztán adódott egy jó nagy vita, aminek aztán végül is lezárásaképpen megegyeztünk, hogy Mécs Laci nem jön velünk. Az ő szándéka is ez volt, nem szerepel velünk tovább a Magyarok a Világ 8000-es expedícióin, aminek a következő állomása egészen biztos, hogy a Kancsenzünga lett volna. Itt egy pici, hát nem is vita, de tanakodás volt köztem és Zsolt, Erős Zsolt között, hogy a Kancsenzünga-e vagy a K2. Én mindenképpen azt gondoltam, hogy ennek a sorozatnak ugye egy tematikája van. Ez egy fölépített, nem csak rohanunk a Himalájába és mászunk télen-nyáron ősszel, hanem kitaláltuk, megpróbáltuk még a Zsolt balesete után is, ha nem is csúcsmászásra, de olyan helyekre, olyan hegyekre megyünk, ami a csapatot erősíti, illetve a magyar hegymászók addig mászatlan csúcsainak a számát tudja szaporítani, illetve reális esélyt ad arra, hogy ez szaporítva legyen, ne pedig fiaskó legyen belőle. Ezért aztán a három hegy megint csak maradt, az Annapurna, a Kancsenzünga és a K2. A K2-n ugye, mint tudjuk, egyszer próbálkoztunk, 8300 méterig sikerült is, tehát ezt a hegyet, megbeszéltük, hogy ezt a hegyet fogjuk utoljára hagyni, de a Kancsenzüngát mindenképpen előre kell venni, és a kicsit rossz emlékű Annapurnára most nem kellene visszamenni. Tehát így kizárásos alapon maradt a Kancsenzünga, de nem is nagy baj. Nagy hegy, nagyon kívüleső hegy, nagy lejsztung, nagy mászás, és ehhez kell megtalálni a csapatot. Már tavaly is volt kísérlet arra, hogy például a 2005-ös K2 expedícióból járó Dudkát bevonjuk az expedícióba, egy nagyon jó tárcs és egy nagyon jó mászó járó. Egyrészt, másrészt azért még kellene egy vagy kettő fiatalabb. És így jutottunk el, illetve így jelentkezett egyszer csak valamikor november legelején Kis Péter hozzánk. Én Kis Peti nevét hallottam, hogy egy nagyon kiváló és egy nagyon jó üstökösként föltűnő mászója a magyar hegymászó életnek, de igazából ennél többet nem. Aztán utána mentem, kérdezősködtem, megnéztem a dolgait, stb. És 2012. november 11-én találkoztunk Bukta Imre műcsarnokbeli kiállítás megnyitóján. És ott személyesen, Zsolt is ott volt, én is, illetve hát a Péter is. És aztán ott meg is beszéltünk, volt rá időnk, ott a nagy protokoll közepette, hogy hát jó, nézzük meg, ha a feltételeket tudjuk egyeztetni, akkor feltétlenül a Peti jöjjön, mert az eredményei olyanok. Egy baj van vele csak, hogy nincs 7000 méteres magasság. Ezt a mi expedíciónk szabta magunknak, hogy minden esetre, hogyha aki nálunk jelentkezik, annak legyen egy 7000 méteres magasság tűrési képességről valami bizonyítva, mondjuk egy Aconcagua vagy valami hasonló. Mert azért az mégiscsak jó. De tanakodtunk Zsolttal, hogy a Petinek nincs ilyen, de a Petinek elképesztő jó mérlege van. Azon kívül olyan fizikai teljesítési rátái, amiben kizártnak tartanánk, hogy ő ne tudna 7000 méterre menni, és egyébként a Himalájában van 7000 méter. Tehát nem úgy működik a mászás, hogy megyünk 5000-ig, és aztán utána rögtön 8000 méter van, hanem van 7000 méter is, és hogyha 6900-nél, ahol biztonságosan lehet még mozogni, látszanak rajta az aklimatizáltság problémái, akkor természetesen nem. Erről van is egy szerződésünk, mert ezt meg fogom mutatni. Itt van, hogy ezt kőkeményen leírtuk, hogy mit tehet és mit nem tehet. Pontosan azért, mert neki ez az egyetlen egy pici feltétele hiányzik. De
Úgy gondoltuk, hogy a Kancsenzőnka egy nagy hegy, és... Bocsánat, Hilda hív mindjárt. Mondjad, Hildus. Hát hogyne, hogyne. 11, és figyelj, Kunos Gabi lemegy eléd, jó? Ma a kapuba vár, jó? Gyere be, és ott a recepció... 11, és gyere be a recepció előtt, ott vár. Illetve menj ki az utcára, Gabi. Szia. Hogy... abban az esetben, hogyha ő vele probléma van, akkor ő nem lesz csúcsmászó. Ugye sok helyről hallottam, és ugye bántott is egy kicsit a dolog, nem csak engem, még Zsoltot is, mert régebben is hallottuk ezt, hogy Kis Pétert azért vettük be a csapatba, mert kellett a pénze. Na hát kérem szépen, elmondom, hogy áll ez a pénze. A Heves megyétől kapott, Gyöngyöstől kapott, ha jól tudom, némi pénzt a Péter, és az expedíció, ez a mi expedíciónk jutatott a Péternek 1.500.000 forint készpénzt, abból a támogatásból, amit nekünk megítélt a sportállamtitkárság, amiből még most egy fillért sem kaptunk meg. Tehát mi megelőlegeztük a Petinek, egészen pontosan Erős Zsolt a zsebéből kifizette a Petit, mert ugye a pénzre szükség van. A támogatás később jön, nekünk viszont a pénzt ki kell fizetni. Tehát ez egy bolondság, ez nem igaz. Nem igaz. Mi fizettük ki a Péternek a lényegében a részvételi díjának egy jó részét. Tovább menve, azt gondoltuk, hogy teljesen fölösleges egy ilyen, mondhatnám nyugodtan azt, hogy félzseni, rendkívül motivált és rendkívül jó alkatú gyereket 1 millió forintért, vagy még annál is többért elküldeni januárban az Aconcagua-ra, mert szerintem a két kezét a fenekébe dugja, felszalad, leszalad és eltolt egy csomó pénzt, erre nincs idő, és nem is kell ezt megcsinálni. Számtalan ilyen példa van, Sterczer Hilda, aki most jön, ő nemhogy, még talán 4, a Mont Blanc-nál magasabban se volt, 3-8 ezerese van. Azért 3, mert én a Makalut úgy hívom, hogy 8 ezeres a Hildának, mert aki a csúcsfotón rajta van, az szerintem azt a hegyet megmászta. Pláne, hogyha az a Makalu, és már pedig ő rajta van a csúcsfotón. Az, hogy ott egy kicsit hisztizett és nem lépett följebb, az egy másik kérdés. 3-8 ezerese van, de mondhatnám Kurdinbergert, mondhatnám Hermann Bult és a többieket. Akik nagyon-nagyon tudnak, azoknak nem kell feltétlenül végigjárni a szamár létre. Egyet viszont végig kell járni, be kell tartani azokat az utasításokat, amelyeket a Péterrel mi elfogadtattunk, és én ezt most föl is olvasnám, hogy mi az, nagyon rövid egyébként, hogy mi az, amit a Petinek be kellett tartani, még az is, hogy kívülről is tudom. Az, hogy megállapodás egyrészt, hogy a magyarok a világ 8000-esein Kancsenzőnka expedíció létrehozói Erős Zsolt, Kollár Lajos, továbbiakban expedíció, másrészt a Kis Péter hegymászó, Gyöngyös született. Kis Péter kijelenti, hogy a 2013-as expedícióban való részvétele saját önálló elhatározása, a feladatokkal és annak kockázataival tisztában van, mindenben az expedíció sikerét és értékeit támogatja. A hegymászás során kapott szakmai utasításokat betartja, és nem tér el attól. Különös tekintettel arra, hogy még nem ért el 5000 méternél nagyobb magasságot, és nem vett részt hasonló expedícióban. Az expedíció kommunikációs rendjét, minőségét a létrehozók szabják meg, alakítják ki, és ismertetik a megállapodás résztvevőjével. Kis Péter az expedíció által elnyert támogatásból annak a Himalája Kft. Részére történt kifizetése után 1.500.000 forint számlával igazolt résztámogatásban részesül. Fentiekre nézem, kötelező Erős Zsolt, Kollár Lajos és Kis Péter. Itt van ez. Azon kívül ugye általában ilyenkor mi megpróbálunk azért nem csak óvatosak lenni, de azért kicsit körültekintőbbek is lenni, és a Pétertől én magam a következőt kértem, Zsolt nem, mert ő a szövetségből az S betűt se ejtette ki soha életébe. Sőt, mi több, ha kihejtette, akkor azt valami egész más. Tehát ez köztudott, hogy Zsolt a szövetséggel hát nem volt kifejezetten jó viszonyba, köszönhető ezt az előző elnöknek és ténykedésének, de erre most itt nem térnénk ki. Tehát én azt mondtam a Péternek, mondom, Péter, semmi probléma, egész egyszerűen semmi más nem kell tenned, még hozol egy szövetségi ajánlólevelet, és az expedíció tagja vagy.
Tehát ez, ennyit az adminisztráció, ez az ajánló levél. Ez. Itt van, aki akarja, el lehet olvasni. Ez a legnagyobb mértékben ajánlja Kis Pétert az expedíció. Én ezt csak azért mondom el, mert ugye többször ért bennünket, kollégáktól is az a vád, sommásan ugyan, Kis Pétert nem szabad lett volna elvinni az expedíciót. Ha szerintem ez egy állati nagy hülyeség egyébként. De ha felelősség teljes, és Kis Péterért, vagy esetleg az expedícióért nem irigykedve, hanem aggódó emberekkel van tele ez az ország, akkor miért nem kezdtek el januárba, februárba sikítozni, cikkeket írogatni, hogy vigyázzunk, itt valami merénylet készül? Nem, mert az kockázatos, ugye? Mert ha mégse lesz igazuk, akkor ez egy baromi nagy égés. Egyébként majd utólag fogunk bármit mondani. Könnyű hegymászó expedícióról utólag bármit is mondani, mivel tudjuk, hogy az expedíciók és maga a hegymászás az nem egy veszélytelen dolog. Jézus atya! Mondtam, hogy Gerduskám, ide ülj mellém, jó? Mert anya csomával el lesz. Jó? Hozok egy széket. Anya, hoztunk neki. Ja, hoztatok? Ja, hogy el lesz? Majd remélem. Gyere, be kell mutatkozni, évesen, bemutatja. Gyere, ülj be itt az asztalhoz. De gyere, ülj az itt. Sok bárcsak, amit megjegyek. Tehát elvon a szívem. Most elmondod így, hogy mindenki érdekel? Jó, és kell dolgozni. Na, be van mutatkozva. Te erre ülsz, Csoma. Te erre ülsz, ugye? Nem meglátjuk, hogy mennyire lesz gyálnok. Tehát mi ezt ennyit csak a szervezés első fázisáról, mi eléggé körüljártuk ezt a témát, pontosan azért, mert azért éreztük, hogy van itt olyan, ami miatt támadhatóak vagyunk, noha mi azzal nem értettünk egyet, mint ahogy nagyon sokan nem értettek egyet, sőt, mi több, nagyon sokan egy árva szót nem szóltak, csak utólag. Hogy hát így nem kellett volna, meg úgy nem kellett volna. Tehát ennyit a kollektív felelősségről is tovább. Igen, az expedíció létrejött, kiutaztunk, kiváló kondícióban volt mindenki, járóval majdnem, hogy a repülőtéren találkoztunk, de kiváló kondícióban volt mindenki. Az expedíciót megelőzően elmentünk Darjeelingbe, ott megkoszorúztuk Körösi Csoma sírját, ez benne volt a programunkban, sőt, mi több évekkel ezelőtti, amikor még voltak olyan álmaink, hogy ha nem megyünk a kiszemelt hegyet, nem tudjuk elérni valamilyen szempontból, ugye ez a két kuloár az Everest északi oldalán, akkor átmegyünk, ugye tudjuk az olimpia miatt, ez nem sikerült rögtön, akkor a Makalura mentünk, majd utána a következő évben Tibet megszállásának 50. évfordulója, de megint nem engedtek be Tibetbe bennünket, tehát akkor viszont lehetett volna, de akkor nem oda mentünk. Tehát voltak mindig ilyen vagy-vagy részek, addig, ameddig a hegyek száma engedte, de a három hegy száma már itten többet nem nagyon engedett, mint a Kanchenjungát. Tehát aztán visszajöttünk Darjeelingből, és elindultunk az alaptábor felé. Azt el kell mondani, hogy az alaptábor elérése a Kanchenjungán nem egy egyszerű feladat azért. Legalábbis én azt gondolom, hogy nem, de semmi bajunk nem volt. Mi kiválóan mentünk fölfelé, az utolsó két nap azért megszenvedtünk, mert ugye a Jalungrecseren fölmenni azért nem egy egyszerű. És ráadásul mi a második nap a felső részt erős havazásba tettük meg, iszonyú nagy köveken keresztül. Ha valaki járt már ilyen helyen, talán azt tudja, hogy a köveken ugrálni sem szívderítő dolog egész éjszaka, no de, hogyha azon 20 centi hó van, akkor az azért a nagy szívás nagy teteje. De fölértünk az alaptáborba, kiváló állapotban volt mindenki, és megkezdtük a tábor kiépítését, majd... Négy tagú volt az expedíció. Itt csak azt szeretném mondani, hogy egyik szaktársunk kifogásolta, hogy az expedíció létszámát. Kérem szépen, egy
fős expedíciók is vannak a Himalájában, nagyon sikeresek. Általában két fős az, az egyik legtöbb. Olyan, hogy 15, meg 8, meg 7 ilyen már nem létezik. Tehát ez már 20 éve eltűnt a világból, nem így működik. Azt is kifogásolták, hogy nem volt a csapat összeszokva. Melyik csapat és mikor nem volt összeszokva? Hogyha a Himalája expedíciók összetételét megnézzük az utóbbi időben, akkor a nemzetközi, általában mindig van nemzetközi brigád, akihez mi betagozódunk, mert úgy olcsóbb a csúcsengedély is, meg egy csomó minden, meg az ellátásunk. A nemzetközi brigád az egy-egy vagy kettő-kettő mászóból áll össze, és így tevődik össze 15-20 tagú nagy csapat, mi is ennek egy része, egy tagja voltunk, tehát semmiképpen nem négyen voltunk, hanem mondjuk 9-en, 11-en, 15-en. Attól függ, hogy melyik variációt mondom, és általában ilyen összehangoltságban. Ma már az, hogy fél évet egymást húzigálják és edzésbe tartják, ilyen nincsen. Ez nem működik, nem így működik ma már. Mindenki saját kondíciójáért és saját fölkészüléséért és saját dolgaiért fel. Érdekes módon ezt soha nem kérték számon mindaddig, ameddig az expedíciók sikeresek voltak. Ne felejtsük el, hogy 12-8000-es van már a négy helyett Magyarországon, tehát ezt mindig valahogy elfelejtjük. Csak mindig arra koncentrál a közvélemény, még a szakma is, amikor valami nem megy, vagy amikor valami baleset van. Ezt az egyik kereskedelmi televízió is mondta, hogy csak akkor szóljunk, ha valami érdekesség van, valami baleset és valami haláleset. Hát ilyenek vagyunk. Nos, elkezdődött az akklimatizációs túra sorozat, ahol kiderült ugye, hogy Peti rendkívül jó állapotban van. Még ezt megelőzően volt egy kis probléma vele az alaptáborban. Az első fölmenet az egyes, még akkor egyes tábor is volt, az egyes táborba fejfájásokkal jött le és ment föl, és akkor megegyeztünk, hogy Peti, ha nem szeded össze magad, akkor mész le Cseránba. Ami hát azért nem egy egyszerű dolog ezen a gletszeren végignyalni és végigmenni Cseránba, és Peti azt mondta, hogy ő inkább összeszedi magát, ilyenkor két variációt lehet kitalálni. Vagy egy nagyobb magasságba fölküldeni, és hogyha a szervezet ezt elfogadja és átlöki, akkor azonnal aklimatizálódik, és innentől kezdve nincs vele baj. Vagy pedig lejjebb küldeni, de ennek megvan az a rizikója, hogy nem fogja bírni a föl, és kiesik egy nagy. Mi a Zsolttal ezt választottuk. Járó nem, ő egy régi módi, Járó azt mondta, hogy ez egy hülyeség, le kell küldeni Petit. Járó, előbb menjön fel a Peti 6004-re, és hogyha ott probléma lesz vele, akkor valóban le kell küldeni. Nekünk lett igazunk, Peti fölment 6004-re, és onnantól kezdve Petinek elfújták azt a kis fejfájását, ami volt. Kétszer olyan gyors volt, mint a serpák. Ugye itt nincsenek összekötve a mászók, itt fix köteleken kell, úgy megy mindenki, ahogy akar. Eléggé biztonságos egyébként, ott van a fölvezető út, eléggé biztonságos a mászás, a hármas táborig mindenképpen. Tehát igazából egy jól fix kötelezett rendszer. Azt még tudni kell, hogy a magyarok egyetlen egy segítséget fogadnak el, a fix kötélrendszert, mert nem tudják kikerülni, minden hegyen van. Tehát azt nem lehet azt mondani, hogy jó, akkor én nem fogok bele, mert az egy marhaság. Tehát a fix kötél mondjuk egy működőképes dolog, egyébként is lenne kötél, csak akkor saját magadat kéne biztosítani, az Everestre déli oldalról biztos, hogy nem tudsz úgy fölmenni, mert azt a gletszert nem mászod át, csak akkor, hogyha a kumbu doktorok kiépítik az utat, és állandóan karba tartják, mert a feléig nem jutnál el, mikor vissza kell jönnöd. Tehát igazából ezt nem tudtuk, nem is akartuk ezt, de az oxigénpalack használatát mind az összes mászásainkor, és a magashegyi serpák alkalmazását mindenképpen. Ez nem pénzkérdés, lehetne is, meg nagyon kevés pénzünk van, de nem pénzkérdés. Nem azért született meg ez a döntésünk 2002 végén, mert tudtuk, hogy kevés pénzünk lesz, amit sejteni lehetett, de hanem azért, mert úgy gondoltuk, hogy amennyiben egy 8000-es hegyet oxigén belégzéssel másznak meg, akkor annak a légköri viszonyai megváltoznak, legalábbis az ember számára. Tehát az rögtön minimum egy 7000-es hegy körül lesz. Ha még serpával viszik föl a pelenkát, a tampont és a
a teát és a mindenféle dolgot, abban az esetben azonnal még könnyebb az egész, tehát a sport értéke lényegében értékes a mászás, én nem becsülöm le, de nem az, mint amire. Akkor nincs értelme a magyaroknak átmászni a 14-8-es. Annyian átmásszák azt a 14-8-es. Miért kell akkor nekünk? Legyen egy sportértéke. Tehát ez egy elhatározás, és nem pedig, mint ahogy egy nagyon durva cikkben olvastam, egy teljesen tájékozatlan közülünk való Magyar Nemzet Hasábjai megjelentetett akkora marhaságot erről a dologról, csak el kellett volna olvasni a programunkat. Tudja is? Mégis mondja. Többek között azért is, ezért is vagyunk itt. Hogy ez egy koncepció, ez így működik, és nem egyébként, és nem másképp. És a továbbiakban is én azt tanácsolom mindenkinek, aki 8000-es hegyre megy mászni, az a hegyet mássza meg, és ne pedig a könnyítéseket vegye figyelembe. Készüljön föl rá. Nos, elérkeztünk az akklimatizáció végéhez, a hármas tábor fölépítéséhez, és az volt a tervünk, mint sokan másoknak is, az volt a tervünk, mivel a négyes tábor még nem volt kikötelezve, ott megint valami kis csúszás volt, az volt a tervünk, hogy a hármas tábor után egy nappal előbb kell fölmenni, tehát az egész csúcstámadási résznél, és a hármas tábor után föl kell tenni a négyest, egy pici sátrat, ott van egy megalvás, és onnan követ, tehát nincs még egy rongálás, még egy felső alvás, és onnan. Tulajdonképpen ez az egész nemzetközi csapat is ebben a terv ritmusban halad. 15-én májusban, május 15-én volt egy megbeszélés, ahol Carlos Soria vezetésével tartottak egy eligazítást, és elmondták, hogy hogyan képzelik el, és kinek mi a véleménye erről. Erről a megbeszélésről itt éppen van egy kép, és ott van Soria, igen. Az egy iráni lány, akit ott lent látunk, nem is különösebben érdekes. Itt van Dr. Carlos mellette, felém jobbra, ő a tábor egyik orvosa. Erre is szeretnék kitérni. Az alaptáborban két orvos is teljesített szolgálatot, ezért mi fizetünk. Benne van az iroda által megajánlott árba egy nagyon kicsi ráta, de mindenki fizet ezért, mindig van minden, ugyanis ott erre is történt utalás, hogy miért még orvos se volt. Igen, és oxigénpalack is van minden táborban fönt, nem mi visszük oda föl, de van minden táborban, és hogyha valaki halálán van, és éppen ott van egy oxigénpalack mellette, akkor azt nyugodtan használhatja, tehát ezzel sincs baj. Tehát ezek mind biztosított eszközök erre, ezért mi egy átalányt fizettünk, ez körülbelül olyan fejenkénti $50 pluszt jelent. Ez ugye a leíratban is benne van. Carlos Soria elmondta, hogy éppen megy egy vita, látom Zsolt és Oscar Kadiakál Soriával szembe, igen. Oscar nagyon képviselt bennünket, magyarokat. Mi régi ismerősök vagyunk, csak Kadafinak hívjuk őt, ha ránézünk, rögtön meg is látjuk, hogy miért. Oscar kitalálta Soria, hogy a magyarok fizessenek $600, de csak a magyarok fizessenek $600, mert ők egyedül nem alkalmaznak magashegyi serpát. Az ott Purba Mingma barátunk öccse, aki meghalt a hegyen. És igen, ő is mellette Bibas abba a kékbe. Abba, igen. Igen. Az pedig Louis, a másik spanyol, Oscar társa, aki jobbra van még egy kicsikét. Igen, az pedig Mingma serpa, egy másik, annak a Mingmának egy másik. Tessék? Nem, ez Louis. Igen. Ismered? Igen. A Viel, az nem a Vielmo, az kérlek szépen, az egy iráni mászó, volt fönn a csúcson. Igen. Ne, a Vielmót itt nem látod most. Valahol erre vannak fel. Nos, tehát ott tartunk, hogy épp megy az alkudozás, és Oscar, kint megbeszéltük, és Oscar azt mondta, hogy figyeljetek ide, elég nektek 400-at is fizetni, nem kell a 600-at. Érdekes módon ők Soriával nincsenek túlzottan jó viszonyban. Még Oscar Kadiak oxigénpalack nélkül mássza a hegyeket, addig Carlos Soria
3 kísérővel, 5 serpával, egy csomó oxigénpalackkal, 74 évesen. Én ezt operett hegymászásnak jellemeztem, meg is kaptuk érte a... Hát jó, igen, de nem most. És 4 kamera mindig dolgozik, azt tudni kell. Még a visszavonuláskor is. Na mindegy. És hát tulajdonképpen az történt, hogy mi a felső 8100 méter fölötti csúcsrész kikötelezéséhez 400 dollárt ajánlottunk föl, ezt el is fogadták, és amit másnap ki is fizettünk Bibas Serpának. Jöttek többen Serpa követségbe is. Megegyeztünk, hogy ez természetesen rendben van, és ez így fog működni. Elindult a csúcstámadás. Még az az egyetlen feltétel volt, hogy a magyarok viszont tapossák ki a nyomot az alaptábor és a kettes tábor között. Mondtuk, hogy jó, rendben van. Tulajdonképpen ezt én vállaltam be, azért vállaltam be, mert én pontosan tudtam, hogy mi éjjel 2-kor fogunk indulni, és nem kell nyomot taposni. Mert akkor még fír nem mennek, mert bolond az, aki a megsütött napon, és iszonyú jó idők voltak, a megsütött napon szügyig, persze. Ebbe is vállaltuk, a fiúk ki is taposták, hát valamennyit kellett taposni, mert aztán később, amikor följött a nap, kellett taposni, de ott már csak az egyes és a kettes között. Az egyes tábort megszüntettük, nem volt értelme. Annyira rövid az a táv, illetve a egyes és a kettes között nagyon rövid a táv, és viszont nem kellett akkor 2. Ugyanazt vittük tovább. És aztán a következő nap a kettes tábor volt, majd a hármas tábor, szépen araszolva, kiváló kondícióban, jól sikerült akklimatizációval, meg is jegyeztük Zsolttal, hogy talán nem volt még ennyire jól összerakott és jól működő expedíciónk, nagyon ennek sikerülnie kell. Közben a csúcstámadás indítása előestéjén, mármint hogy az egész akció előestéjén az alaptáborba, Járó nem érezte jól magát, köhögött össze-vissza, úgyhogy reggel nem is indult el a többiekkel, hanem csak délbe. Tessék? Ezen a napon miért reggel indultak? Kik? Nem reggel indultak. Éjjel 2-kor. A hármasba? A hármasba is éjjel indultak. A négyesbe indultak. A négyesbe indultak egy kicsit később. Nem sokkal. A 6 óra körül, 6 óra negyed hétkor. A hármasba még korán mentek. Azzal nem volt baj. Egyébként sem volt baj. Annyira meleg volt fönt, hogy egész egyszerűen nem tudták magukat, de senki, mindenki vánszorgott. Iszonyú jó idők voltak. Ugyanis ezt az idő csúcsmászásra a 20-át jelöltük meg mindannyian, mert megnéztük az időjárás jelentéseket, egyben a 20-ra és 17-ére indult el az összes csapat föl. Igen, tehát ez kellett. És még a 21-22 is kiválónak ígérkezett, tehát egy nagyon jó periódus jött akkor. Legalábbis ekkora hegy megmászásához azt gondolom, hogy kell ilyen tartalék időket beszámítani mindenképpen. Ha lassabbak, valami probléma történik, azért lehessen még lejönni a hegyről. Nem beszélve arról, hogy a monszun közeledett. Ugye a Kanchenjunga, a Himalája, a 8000-esek legkeletibb része. Nyugat-Bengál rendkívül monszun vonzó területén fekszik, rendkívül nyitott, és ezért 25-e, 26-a körül már a hegy szinte megközelíthetetlen. Na, elérték a hármas tábort, majd utána következett a négyes tábor, és a négyes tábor általában 7450-7500 méteres magasságra van kijelölve. Zsolték 7250 méterre tették a négyes tábort. Itt egy kicsit össze is vitatkoztunk, mert ugye én azt mondtam, hogy ez egy kicsit sok, följebb kellene mindenképpen tenni a tábort. Mind a ketten azt mondták, hogy jó, rendben is van, hogyha én a karosszékből így látom, akkor jöjjek föl és tegyem följe. Mondtam, ezzel én megértettem ezt a problémát, akkor se értek egyet ezzel a kérdéssel, de értem, hogy miért nem tették. Azt mondták, hogy olyan meleg van, hogy nem óhatják magukat szétszivatni, ezt a szót használták a melegbe, inkább este egy órával előbb indulnak, és az árnyékba lassabban, de kicsit följebb baraszolnak, vagy viszik a sátrat, vagy nem, de nem akarják magukat lefárasztani. Nagyon jól érzik magukat, nincs elég probléma. Így is lett,
Este elindult 6 órakor a csúcstámadás, a többiek 7-8-kor indultak, de Zsolték már akkor ott voltak náluk, tulajdonképpen be is érték őket. Expedícióinkban alapvető észrevételem volt mindig az, hogy az oxigénes mászókat, a mi csúcsmászóink mindig beérték. Sőt, le is hagyták. Aztán hosszan és sokáig tartott a mászás, míg nem. Egyszer csak 8100 méter környékéről. Ja igen, még egy nagyon fontos dolog van. Péter azt kapta tőlem utasításba, hogy vinnie kell egy külön rádiót, és ezzel a rádióval minden második órában bejelentkezik. A négyes tábortól egészen a csúcsig. Ezt a Peti meg is tette, egész nap jelentkezett sűrűn, mondjuk 2-2,5 óránként, igazából nagyon. Én kíváncsi voltam arra, hogy milyen állapotok lehetnek, mert ugye ő még ilyen magasan soha nem járt. Tehát azért vigyázni kellett rá. Zsolt is mindig jelentette, hogy Péter, rendben van, semmi gond. Olyan gyors, hogy nem tudnak utána menni, de bevárja őket, szép lassan megáll, 10 percet mindig pihen. És elérték a 8100 métert, ahonnan Zsolt jelentkezett be, és mondta, hogy van egy kis prücök. A serpák nem csinálták meg a csúcsrész kikötelezését. Most nem tudja, hogy mi lesz itt. Most itt mindenki áll, ez ilyen hajnaltájban volt, 20. kára viradó hajnaltájban, ahol hideg is volt, meg mindenféle problémák voltak. De semmi baj, úgy tűnik, hogy szerveződik egy jobb csapat, akik bevállalják és kimásszák ezt a pár száz métert. Lesz biztosítás, mert azért van náluk kötél, valamennyit helyeznek ki. Ez felvételeken látható is, de majd meglátják. És akkor fél óra múlva megszületett a döntés, hogy igen, ezt a helyzetet a két magyar, az olasz Mario Vielmo, a spanyol Oscar Cadillac és a két serpa, Bibás és Mingma serpák bevállalták. És elindultak fölfelé, és másztak. Na most ez a mászás egy kicsit hosszúra sikeredett, óvatosnak kellett lenni. Engem különösebben nem az érdekelt, hogy hogy jutnak föl, mert tudtam, hogy följutnak. Peti, Zsolt, állati gyakorlott, Oszkár is gyakorlott, Mario is azért ismert és jó mászó. A két serpa a jobbak közé tartozott. Volt nekem egy írásom a blogon a serpák, serpa problémákról, majd egyszer oda visszatérek, hogy mi is volt, mit is látok én a serpáknál problémát. De hosszú-hosszú mászás után egyszer csak megszólalt a rádió 5:45-kor, hogy én merre vagyok, mert ők a csúcson vannak, és ez Zsolt volt. Majd utána ott hát nagyon boldogok voltunk kétség kívül, hogy végre állati hosszú volt, ezt mindenki tudta. Hogy vannak? Alikám, össze tudom magam szedni, állapotban vagyok. Most ez Zsoltan nekünk egy régi ilyen úgymond szlogen is lehetett. Ha ő azt mondja, hogy össze tudom magam szedni, akkor fárad, de rendben van, tehát nincs különösen probléma. Peti ekkor átvette a rádiót. Ő is mondta, hogy ő is jól van, ő is nagyon boldog. Hát Petinek nagyon örültem, meg kell mondjam, már csak azért is, mert hát egy húzásra ilyet bíztam benne, de azért nem voltam benne biztos. És ez nagyon jó volt. És rendben vannak, mondom, jó van, fiúk, 10 perc a csúcson, két kép, és azonnal lefelé, mert nagyon hosszú az idő. Indulunk lefelé, mert vigyázzatok, ahogy leértek a rámpához, azonnal rádiózzatok. Addig nem kell, mert az a terep ott veszélye, tehát foglalkozzanak a mászással. Persze, indulnak mindjárt. Jó. 8 óra, este 8, ez volt 5:45 körül. Este 8 órakor egy fáradt hang keres, és ez Zsolt volt. És azt jelezte, hogy sajnos annyira ki van merülve, hogy nem tud tovább menni. Na mondom, ezt azért elemezzük egy kicsit, mert ez egy szokatlan dolog. Mondta, hogy sajnos olyan szív pulzus emelkedés, szívdobogás jön rá, ha csak egy lépést is megy, hogy egyszerűen nem, képtelen tovább. Nem, semmi gond, Zsolt, pihenj. Peti hol van? Hát az a helyzet, hogy Petiék a többiekkel lejjebb vannak egy 100-150 méterre, látom a fejlámpájukat, próbálok nekik jelezni, mondom, kiabálni, azt nem tudok kiabálni. Jeleztem, de nem állnak, szóval mennek tovább. Nem mondom, ez nem túl jó hír. Sőt, egyenesen rossz hír.
Tehát jó, figyelj Zsolt. Pihenned kell, mi történhetett? Hát nem tudja. Iszonyú szomjas, és hát mondom, van még abból a kis lögyből, mert ugye köztünk évek óta van egy vita ezzel a vízkérdéssel, de a Zsolt azt pillanatok alatt elvágja, hogy ennyi elégnek kell, legyen kész. Kérem szépen. Nem ő a tapasztalt, nem én vagyok a tapasztalt 8000-es mászó, hanem ő. Én ezen nem vitatkozom, habár erről van egy véleményem, de ez most egy másik kérdés. Az okniát sem nézem meg, meg az alsógatyáját sem, hát felnőttem, ugye? De ez mondjuk, Peti nála több vizet használt, mindig is erről volt szó az alaptáborban, hogy ő szereti, hogyha egy kicsit több van, és most is több víz volt nála. Maga a flaska, a szikkulacs, amit vitt magával, az egy másfeles szikkulacs volt körülbelül, és ez van szerintem talán. És hát szó-szót követett, és ugye Zsolt elég, a tiszta pillanatai is voltak elég rendesen, de azért elég zavaros volt, amiből én azt a következtetést vontam le, hogy ez egy dehidratizáltság. Ezt a Zsolttal is megbeszéltük, mondta, hogy igen. Ezt ő lehet, hogy eltolta, kevés volt a folyadék, de most nézzük meg, hogy mit lehet tenni. Figyelj, de Zsolt, azt tudod nagyon jó, hogy ez az egész dolog mit jelent. Azt jelenti, hogy neked onnan le kell kerülnöd a 4-es táborig. Oda én egy embert nem tudok fölvarázsolni most, az egészen biztos. Szóval ezt én most rögtön tudom mondani, de próbálkozunk, de az biztos, hogy a táborig le kell juss valahogy. Tehát valamit ki kell, ő most nem tud lépni, nem is kell semmit lépned. Most pihenj, van nála zsák? Van nála zsák. Jó, akkor húzd föl magadra, mi van benne. Elmondta a fényképezőgép egy pár, szóval az egész nem volt 3 kilónál több vagy 4-nél, mert a zsák maga is egy vékony anyag. Húzd fel magadra a zsákot, és jó, persze, mondom, mi pedig járóval lemegyünk az olaszok, vagy a spanyolokhoz mindjárt jövünk. Majd még beszélünk, jó. Lementünk, fölkeltettem járót, hogy járó baj van. Hát, ez 8:30 körül lehetett, 8:45. Járó baj van, azonnal le kell mennünk, valami segítséget össze kell kalapálnunk, mert itt baj van Zsoltán. Elmondtam járónak röviden, hát ugye járó szlovák, ezt mi angolul tudjuk megbeszélni, de azért úgy érthetően. És lerohantunk a spanyol táborba, ahol az alaptábori spanyol srác lent volt, azonnal készséges volt, hívta, őnekik volt, tehát a spanyolokkal volt az összeköttetésük a Soriáékkal, illetve volt összeköttetése az olasz doktornővel, aki nagyon kimerült állapotban, de a felső 4-es táborban volt. És hát mind a kettőt sikerült elérni, semmilyen serpát nem tudtak ők ajánlani, sőt mi több, Carlos Soria fölrótta nekünk, hogy mi éjszaka miért háborgatjuk az ő fáradt serpáit, ők a 3-as táborban voltak már. Akkor ők 8100-ról megvonták a vállukat, és szépen az egész operett csapat visszafordult, és a 3-as táborig lementek. Hogy ne háborgassuk őket, és egyébként is, majd reggel, mert most semmi nincs. Jó, rendben van, hogy reggel, de reggelre össze kéne szedni egy ütőképesek 2-3 emberből álló csapatot, hogy fölmenjenek a 4-esbe, nem nagy kérés, fölmenjenek a 4-esbe, mert biztos, hogy ha ők leérnek a 4-es táborba, különösen Zsolt, akkor onnan segíteni kell lejjebb jönni. Nem fogja tudni összeszedni magát, hogy ők egyedül lejöjjenek. Tehát én akkor azt próbáltam meg szervezni, hogy reggelre vagy kora délelőtre ugye mindenképpen legyen egy segítő, mentő csapatféle. Azt azért hozzá kell tegyem. A Himalájában nincs mentés, nincsenek mentő csapatok. A Himalájában a 8000-eseken megszervezni akár egy segítséget is, az Everesten kívül ott egy kicsit jóval könnyebb, mert olyan nagy a forgalom, annyira ki van kötelezve, hogy csak beleütközik valaki valakibe. Mehet? Jó. Csak beleütközik valaki valakibe, de még így is nagyon sokszor fordul elő, hogy ott hagynak embereket, mert egyszerűen nem tudják bevállalni a mentését. Tehát kifejezetten nem...
nem mentésről, hanem egy segítségről, mert ezt a szót, hogy mentés, ezt igazából nem is nagyon szeretik erre. Nem. Azon kívül csúcsmászás éjszaka volt, hullafáradt emberek vannak a hármasba. A négyesben még le se értek a többiek, akik ugye Zsoltot bizonyos értelemben ott hagyták, de azokkal nem is lehetett beszélni. Péter egyáltalán nem jelentkezett. Az olasz doktornő a négyesben biztosított arról, hogy ő nagyon fáradt, de ha odáig elérnek, ő tud hálózsákot biztosítani, ő megfőzi, csinál vizet, tehát ellátja őket valamilyen szintig, de kell mindenképpen segítőket szerezni. Na, ezek a segítők, ezek nem jöttek össze éjszaka, és gondoltuk, hogy akkor reggel 6-kor újra kezdjük, mert többen fölébrednek, tehát többeket lehet mozgósítani. Az egy pillanat se jutott még akkor eszembe, hogy az alaptáborból bárkit is próbáljak szervezni, mert nem volt olyan, lent nem volt olyan felkészültségű sem serpa szinte egyáltalán, de konyhafiú és teherhordóval nem lehet ilyet működtetni. Nem beszélve arról, hogy mire fölérnek, ezek háromszor megfagynak, tehát ez nem járható. Majd aztán hívtam Zsoltot, aki a következőt mondta, ezt mondjuk olyan 3/4 óra, ez lezajlott, mint ezután hívtam Zsoltot, és mondtam, hogy na, rendben vagy, sikerült? Azt mondta, hogy nem, most ejtettem le a zsákot. Ez azért nem volt egy jó hír, egyébként sem, még a rossz hír tetejébe sem, mert ez rögtön azt engedte következtetni, hogy mozgáskoordinációs problémák vannak. Azon kívül egy olyan kitett helyen van, ami azért mégiscsak egy probléma. És egész éjszaka beszéltünk, és megpróbáltam Zsoltot rávenni arra, hogy ne hagyja el magát, ne aludjon el, de próbáljon meg pihenni így, és hogyha ez sikerül, legalább a rámpáig le kéne érjen. Aztán utána majd meglátjuk, hogy mi lesz, föl kell a nap, megsüti, ott melegebb lesz. Az, hogy víz csöpögjön valahol, ezt mondjuk... Olvastam olyanokat is, hogy képes-e ki szomjazni, amikor mennyi víz van ott körülöttük. Hát ez a no comment tipikus esete. Ugyan tegyék már meg, hogy szóval előlegezzék meg Erős Zsoltnak, hogy ő tudja, hogy ha annyi víz ott van, akkor miért hal majdnem szomja. Valami oka talán csak van. Erre csak annyit tudok mondani, hogy a tengeren hajótöröttek is már haltak szomjan. Nem is egyszer. Tehát azért erre a bolondságra én nem térnék itt ki. Valamikor a sok-sok beszélgetés után nagyon nehéz ezt rekonstruálni, mert ez egy nagyon rossz történet, és megrázó és rossz történet. Azon kívül hát az ember nem az órát figyeli, de olyan 3 óra után 3:30 körül az egyik beszélgetés, illetve nem, 3 óra 3:30 körül Zsolt jelentkezett be, és mondta, hogy figyelj Lali, azt hiszem egy kicsit összeszedtem magam, elindulok lefelé. Hát én ennek örültem, ez rendben is van, de mondtam Zsolt, hogy iszonyatosan vigyázz, mert ez a kuloár, ez nem játék, biztosítás nélkül, de mozogni kell, mert megfagy. Hát ott fagy meg, mínusz 30 fok körül volt az idő, 8200-300 méter köré, és ott szóltam, ahol ő jó van, mert azt mondta, a nagy sziklánál van. Most egyetlen lentről látható nagy tömb, az olyan 8300 méter körül van ott a kuloárból fölött, és ahol van egy kitett rész is, tehát valahol ott ejthette le a zsákot. Ezek mind ilyen rekonstrukciók, tehát utána kellett gondolni, hogy mind merre. Akkor még nekem, mert akkor még nem tudhattam a beszámolókat ott a társaktól, mert ők még ugye fent voltak. És jó, Zsolt azt mondta, hogy jó, oké. Egy óra múlva körülbelül azt jelezte, hogy nagyon lassan jön lefelé, úgy érzi, hogy ez fog menni. Már ugye a hangja is egy kicsit rendezettebb volt, és hogy jön lefelé, és hát hogy jön lefelé. Te mondom, Zsolt, nagyon vigyázz, merre jársz, hogy jársz, mint ez, Peti. Peti itt van mellettem. Szóval vannak megdöbbentő élményeim a Himalájából, de ez azért az egyik tényleg boldog megdöbbenés volt. Peti itt van. Abban a pillanatban beleszól a rádióba. Peti, Lalikám, itt vagyok, ne aggódj, nem lesz semmi baj. Zsuzsó egy kicsit rossz állapotban van, de majd szépen megmasszírozgatom, és nagyon lassan szépen megyünk lefelé. Itt vagyunk már, mindjárt itt vagyunk a rámpánál. Megsüti a napokon. Mondom, de szuper.
Na mondom, ez tényleg, ez végre. Na, egy kicsit én is kiengetem, jó van, fiúk, vigyázzatok, egy óra múlva találkozunk, szevasztok, mármint, hogy rádión, szervusztok. Azonnal, már hogy reggel 5 óra után volt ez, körülbelül, mondjuk, járóval lerohantunk, kivertük a sátorból a Dani, Danielt, a spanyol Danielt, és kértük, hogy rádiózzon föl, próbálkozzunk meg serpákkal, hogy menjenek föl a négyesig, hogy előttem. Nem volt vállalkozom, akármit csináltunk. Elkezdtünk a lentiek között kutakodni, hogy ez hogy lehet. Mondták, hogy nincs, nem, egyáltalán még nem tud, nem, senkivel nem tudnak beszélni, mindenki alszik. Már úgy nem volt vállalkozó, hogy nem találtunk kapcsolatot. Carlosék, Szoriáék is aludtak. Ki volt kapcsolva a rádió? Pedig tudták, hogy helyzet van a hegyen. És ki volt kapcsolva a rádió? Annak a Carlos Szoriának, aki minket ostorozott felelőtlenséggel. Na mindegy. Gondolták, hogy őket ne zaklassuk. Miért nem veszünk serpákat? Hát csak. Na mindegy. Nem volt mit tenni. Meg kellett várni, hogy valamilyen szinten leírják. Na most Dani, a spanyol, fölállított egy nagy teleobjektíves gépet. Nagyon szép tiszta volt a reggel, és lehetett látni, ahogy a corner, a sarok fölött két alak mozog és jön le. És onnan tudtam, hogy Zsolt, hogy meg is hívtam Zsoltot, és beszéltem vele, hogy igen, jönnek a Petivel lefe. Ó, mondom, de fasza. Hát ezek még a végén lejönnek tényleg, és akkor ez rendben is lesz. Jó. És aztán hosszan tartott ez a küzdelem, közben lépésről lépésre jöttek le, akkor pihentek, és elértünk olyan 7-8 óra körüli időt reggel, amikor egy felhő eltakarta ott a rámpát és az egész felső részt, és akkor az úgy megszűnt. És akkor mondtam Zsoltnak, hogy pihenjetek egy kicsit, vigyázzatok, nézzünk innen lentről, és nagyon szervezzük, legalábbis megpróbáljuk nagyon szervezni a négyesbe, de Zsolt, le kell írni a négyesbe, mindenképpen le kell, mert ember, biztos, hogy nem tudok senkit oda föltolni. Hát azt mondta, tudja, hát most volt a csúcsmászás, kijönne, hát ember nincs a környéken. És a lent se. Ő azért ismerte a környéket is, meg a lentieket is. Nem beszélve arról, hogy hát a serpák fölkészültségi állapota azért némi kívánnivalót hagyott maguk után. Az is jellemezte, hogy ezen az egyetlen napon két serpa halt meg csak. És nem rakták föl a fix köteleket. Egyszerűen nehéz volt nekik a kulóvár. Kikoptak, az öreg serpák, a gyakorlottak kikoptak, jött egy ilyen diszkós banda, ellepték a Himaláját. 18, 20, 22, 23 éves gyerekek, ezekből áll most a magas hegyi serpa csapat. És így lepattintanak. Minek? Nem. Őnekik ez nem buli, meg nem is értenek hozzá, ez a másik fele ez az egész dologhoz. Na, reggel közben kiderült, hogy meghalt egy koreai, és meghalt Bivas serpa. Kicsúsztak éjszaka a kuloárból. És hát nagyon nagy volt a gyász a koreaiaknál, és ők is hallották, hogy nálunk is problémák vannak. Mi nagyon jó viszonyban voltunk a koreaiakkal, és elkezdtünk együtt szervezkedni, mert láttuk, hogy ott az alaptáborban ez nem fog menni. Tehát itt nem fogunk tudni normális embert szedni, hogy fölmenjen, de fönt se tudunk valakit beidegesíteni. Ez addig-addig ment ez a dolog, mire elszállt a felhő, és Dani jelentette, hogy egy ember lát. Tehát egy ember mozog. Rögtön hívtam Zsoltot, és az az egy ember Zsolt volt, és azt mondta, hogy nagyon szétesett volt akkor. Tehát ilyen nagyon-nagyon rosszul kommunikált, nagyon rossz volt a beszéde is, kicsit zavaros is volt, de azért lényegében tiszta dolgokat ki lehetett beleszedni. Azt nem tudta megmondani, hogy hol van Peti. Azt mondta, hogy szerinte lement Peti. Amit én nem hiszek, mert nem ment le Peti, az egész biztos, miért hagyta volna ott. Előtte még volt egy olyan információ is, kihagytam most véletlenül egy velük való beszélgetést, amikor még ez a köd előtt volt, 8 előtt valamivel, amikor Zsolt azt mondta, hogy Peti rendben van, nincs vele semmi baj, Petivel is utána beszéltem, mert fölébredt, itt alszik az oxigén palackokon. És mindenáron az a vágya, hogy kiígyja az oxigént. Nem mondom,
azt azért jobb. Hát persze, hát csak viccel a Peti. Mondta Zsolt még, hogy vicces. Viccelnem, persze. Aztán fölébredt Peti is, és megint elmondta, hogy persze, kicsit pihentem, de jó vagyok, majd éritten lehozok mindenkit. Jó van, Peti, én csak figyelj. Jó, köd, utána Peti nincs. Én megpróbáltam beazonosítani, hogy ez az oxigénpalac, ez lerakat lehet. Itt valaki olyasmit is mondott, hogy Peti oxigénpalackokkal ment vissza egy túrót, semmiféle oxigénpalackokkal nem ment vissza. 8100 méter környékén lehetett egy oxigénpalack lerakat, és ennél lehetett, vagy Zsolt halucinálta, még ezt is el tudom képzelni, de nem hiszem. Tehát ezt nem... Ott lehet, mert elég sok volt az oxigénes mászó, a kínaiak is oxigénnel másztak, a serpák is, a serpák többsége is mind, és valószínű, hogy ott lett egy lerakat, ott a sarok környékén, és azt találták, illetve oda kuzorgott le Peti, vagy valami ilyesmi. Tehát ennyit tudok el az egészről. Őszintén szólva, én később mind Oszkárral, mind Marióval, és a két serpával, azok közül is a Mingmával, aki az egész csapatnak a vezetője volt, beszélve, ők nem tudtak számot adni az oxigénpalack lerakatról. Tehát én azt annyira próbáltam belőlük kihúzni, hogy hol volt ott oxigén, mert azért be tudtuk volna lőni akkor mondjuk a magasságot vagy a tájékot, de ezt ők nem tudták megmondani. Érdekes. Azon kívül az ő elbeszélésük is eléggé zavaros. Tehát azért egy ekkora mászás után csúcsmenetből visszafelé jövet, ki emlékszik a részletekre. Szóval itt van egy csomó olyan dolog, ami még most is nem halványos, mert ki lehet azért úgy találni, de az elmondásokból ettől függetlenül a konzekvenciát föl lehet fedezni a fontos lépéseken, és azt hiszem, hogy ez elég. Erre nincs különösen. Na, szóval Peti eltűnt a képből. Peti eltűnt a képből, és Zsolt nagyon lassan jött le, aki arra panaszkodott, hogy, és mondom, nézz körül, Zsolt, nem látod a Petit? Nem tudok körülnézni, mert nem látok szinte semmit. Azt hiszem, megfagyott a szemem. Na most nem fagyott meg a szeme, ez egészen biztos, ez az agyi ödémának egy abszolút megnyilvánuló jelensége, hogy a vér besűrűsödik, igen. Nem kap hajszálerek, kész és vége, és az agyi rendszerek is lelassulnak, félrebeszélés van, és a látás szinte teljesen megszűnik. Ez az Ágy Zolival is előfordult az Everesten annak idején, meg a Szabival is, amikor egy ilyen, ennek van gyengébb lefolyása, van erősebb lefolyása, ki tudja, hogy nála ez milyen volt, de az oxigén hiány, illetve a vízhiány, az oxigén hiány, a fáradtság ezt simán előidézi. Tehát ez azért eléggé aggasztó volt. Egyszer csak az egyik serpa, egy ilyen messzelátóval is nézte, azt mondta, hogy leült és nem megy tovább, szólt. Megint megnéztük valóban, Zsolt leült és nem ment tovább. Megcsörgettem, föl, a rádióba beszélt, és mondta, hogy nem tudok tovább menni, nekem aludni kell. Egyszer mondom, Zsozsó. Rácsüt a nap. Ez olyan 10:30 és 11 óra körül volt, megsütötte a rámpát a nap, ott 25 fok simán van. Mondom, Zsolt, aludj. Aludj addig, ameddig jól esik, nyugodtan. Nos, délelőttünk azzal telt, hogy megpróbáltuk fölhívni. Zsolt alszik, ugye. Petiről én annyit tudok, hogy eltűnt onnan föntről. Nagyon-nagyon reméltem, hogy ő lejött a rámpán, jó állapotban volt, lejött a rámpán, és édes deden alszik valamelyik felső táborba, vagy annyira elfáradt már, hogy úgy gondolta, hogy a Zsolt helyen van, már leért a rámpára, és ő lejön. Én ezt szerettem volna, hogyha ez így van, mert ha sokáig fönt marad ebből a fölmenésből, biztos voltam belőle, hogy a Peti soha többet nem jön le. Zsolt viszont él és jön lefelé. Tehát akkor a Peti, ha lejött, akkor ez rendben van, és azt kell összeszervezni, hogy a négyes táborban legalább két ember menjen föl, lehetőleg két serpa, jó állapotban lévő két serpa, aki akklimatizálódva van, menjen föl és segítsen nekik pihenni, és segítsen nekik lejönni. Közben ekkor érkezett meg egy telefon, beszéltem Hildával, ekkor érkezett meg egy telefon, a Duraján, a műholdas telefonon, ahol elmondtam a Hildának az eseményeket, aztán a Hilda visszahívott, most itt pontosan nem tudom ennek az időbeli, de egy fél napon belül Hilda visszahívott, hogy 6 millió forint erejéig bármilyen eszközt bevethetünk. Emlékszem.
És nálunk is volt pénz, de pár ezer dollár, tehát mit tudom, 1500 vagy 1200, ha összeadtuk volna ott fönt. Lent azért tudtunk volna kártyáról, erről, arról többet is mozgósítani. Ezt is lent tudtuk volna fizetni, de ez már mondjuk egy nagyobb kontingens. Tehát gondolkodtunk abba, hogy be lehetne vetni egy helikopteres mentést. Mondom én, aki ennek semmiféle alapját nem írom alá, és nem hiszem. De nem lehet azt mondanom, hogy nem. Mert tudom, hogy ez nem működik. A helikopter az alaptáborig is alig tud följönni. Hát mit csinálod? Semmit. Azok a helikopterek, akik ide följárnak, az alaptáborba se szállnak le, lebegnek, úgy dobálják be a cuccokat, beugrik két ember, és már azonnal megy is tovább. Tehát itt csak olyan mentésről lehet szó, hogy ha lekerült az alaptáborba, és olyan sérült, akkor be a helikopterbe és lefelé. Ez az egyik. Azt lehet, hogyha nem sikerül Zöldágra jutni a helyi serpákkal, akkor egy külön különítményt valahonnan, mondjuk az Everesttől, vagy akárhonnan odaszállítunk. Erre van is valamiféle vállalkozása a Simona Mórónak, és megpróbáltuk a Mórót elérni. Nem tudtuk elérni. Fölhívtuk Mingmát, az irodavezetőt, aki megígérte, hogy beszél Móróval. Mingma mind a 14, az első serpa, aki mind a 14-8000-est átmászta, ő csendesen megsúgta, hogy gyerekek, lehet. De azt egy másodpercig ne várjátok meg, hogy ha erre vártok, hogy akkor élő embert fogtok találni. És ezt mi tudtuk, hogy ez így van. Nem tudta elérni a Mórót, és amikor már elérte a Mórót, már az Everest, már Luklából nem tudott felszállni. Annyira rossz volt az időjárás. Tehát bejöttek a ködök azon a környéken, meg mindenhol. Tehát azt el kellett felejtenünk. A koreaiak is próbálkoztak valami ilyesmivel, és megbeszéltük, akinek előbb sikerül, az értesíti a másikat, és megpróbálunk egy ilyen közös rendszert kidolgozni, hogy legalább valami segítség menjen föl, mert én még szentül hittem kora délután, olyan egy óra körül, hogy ez 21-én egy órakor volt, szentül hittem, hogy ők le fognak tudni jönni a négyes táborba. És jó. Közben Járó még ott intézkedett a koreaiakkal is, próbálta a saját serpáinknál is valamit tenni. Miközben kaptunk egy ajánlatot a saját szakácsunktól, hogy két serpa a hármasba lehet, hogy elvállalja, hogy fölmegy. Mikor tud fölmenni? Csak holnap reggel. Holnap reggel nem jó, ma kellene fölmenni, nem jó a holnap reggel. Azt mondták, de akkor is csak a négyesbe mennek föl, följebb nem mennek. Jó, menjenek a négyesbe. Mennyit kérnek? Itt van nálam $1000, azt én azonnal kifizetem. Rádió, inkább euró. Az anyátok, úristen. Na jó, akkor egy óra szünet volt, majd visszaüzentek, hogy jó, akkor a dollárért is elvállalják, és fölmennek a négyesbe reggel korán. Tehát itt a lényeg az volt, hogy a Zsolték érjenek le, mert semmiképpen nem ment volna ember föl a négyes fölé. Tehát 8000 méterre nem megy föl ember. Azon kívül aznap reggel a kettes tábort elvitte a lavina, úgy ahogy van, és kiderült, hogy meghalt már három serpa. Tehát teljesen demoralizált volt a helyzet lent. Helikopteres mentésnek nyoma se volt, a lenti ködök, meg az Everest és a katmandui rossz idő miatt ez nem működhetett. Mit lehetett csinálni? Mint bízni a szerencsébe, hogy Zsolt és Péter még aznap leér, mert ha nem ér le, a következő napot nem élik túl, az egészen biztos. Tehát ezt aztán meg is beszéltük Hildával is, hogy itt bízunk a szerencsébe, aztán ha a négyesbe fönt lesznek, akkor lehet működni, de mint kiderült, hogy nem értek le a négyesbe, annyit a koreaiak is elindultak, hogy lehozzák a koreai fiút, aki szerencsétlenül járt, és átkutatták másnap reggel a négyes tábort, meg a hármast is, mert azon keresztül mentek föl. Tehát ők már a kettesbe értek akkor, és visszamentek.
és mert ugye több koreai volt, tehát nem összetéve, volt, aki lent volt, volt, aki középen, volt, aki fönt, volt, aki csúcsot mászott, volt, aki meghalt. Tehát ezt most nem boncolgatnám, hogy ki merre, mert úgyse lehet követni. És kiderült, hogy nincsenek a magyarok sehol. Minden reményünk elszállt. Illetve lerádióztak, hogy hoznak egy fotót, szerintük Peti megvan, de Zsoltot nem látják sehol. És aztán később, amikor lejöttek, akkor láttam is, derült ki számomra is, hogy igen, az egyik fotónak Peti megvan. Tehát a Peti onnan, ahonnan eltűnt, onnan egyenesen eltűnt le. Tehát sajnos ez volt a... Zsoltról semmi hír. Zsoltról volt hír, bocsánat kérek, hogyne. Zsoltról volt 2 órakor is hír, fölébredt, rádiózott, és mondtam, hogy figyelj Zsolt, ezt most visszamentem egy kicsit időbe, még akkor nem tudtam, hogy a Peti hogyan van. Mondtam, hogy figyelj Zsolt, tudod, hogy mindenképpen le kell jönnöd, még ne indulj el, nagyon jó az idő, sőt, egész este jó lesz az idő, itt a Kancsenzöngánál még délután. Ködös lesz ugyan, de nem lesz vihar, nem lesz hóesés, semmi. És aludj még egy órát. Aludt is egy órát, 3-kor én ébresztettem föl. Kértem, hogy ne kapcsolja ki a rádiót. Én ébresztettem föl, és mondta, hogy hát szerinte ő most egy kicsit kipihente magát. A hangja is jó volt. Mondta, hogy lényegében nagyjából lát is valamit. Mondtam, Zsolt, nagyon óvatosan próbálj meg lejutni a rámpa végéig legalább. Aztán onnan majd még tovább beszélünk. De a rámpa végéig lejössz, onnan már csak 200 méter van, mondjuk. És ez volt 3 órakor, el is takartam egy felhő a rámpát. És én nem akartam zavarni, gondoltam 5 óra körül megkérdezem, hogy van. Nem akartam, hogy elővegye a rádiót, vagy elejtse, vagy ha dolgozik. Most teljesen mindegy, a rádióval nem tudok mit csinálni rajta, nem tudom átemelni. Inkább nem zavarom, hanem próbálgattuk ezt a helikopteres ügyet. Akkor derült ki, hogy a Peti lejött rá, hogy a Peti hogy van. És hát nagyon el voltunk szontyolatva persze attól az egésztől, és innentől kezdve nem tudtam Zsoltot felhívni már többet. Tehát nem vette fel a rádiót. Próbáltam aznap, éjszaka fél óránként, óránként, szinte semmit nem aludtam, de ez nem magam miatt mondom, hanem próbálgattam, hát ha csak valahol megint elaludt, éjszaka megint baj. De azt is gondoltam, hogy tulajdonképpen leért egy valamelyik sátorba, és beájult. És onnantól kezdve én hogy elvesztette a rádiót. Mindig ilyenek fordultak elő a fejembe, amikor nem tudtam kapcsolatot teremteni olyanokkal, akikkel ugye kellett volna, hogy lemerült, elvesztettem, nem tudom. A lemerülésre sajnos nem tudtam okot adni, mert ezek olyan jó rádiók voltak, hogy ezek nem igazán merülnek le, csak úgy ennyitől. De hogy elveszti, nem hallja, elaludt, reméltem, hogy nem kint aludt el, hanem sem. Nem tudtam mit csinálni. Úgyhogy járóval egész éjszaka lődörögtünk. Tudom, hogy a sátrunkhoz lehoztunk egy nagy termosz forró vizet, és akkor ott kortyolgattuk, és hívogattuk, nem volt is. Ez egészen 24-e délelőtt 10 óráig volt, hogy hívogattam. De én pontosan tudtam, hogy ennek nem lesz foganatja, tehát hogy itt befejeződött valami, közben megtudtam ugye a Peti dolgát, és kiderült, hogy a Zsolt nincs sehol, és aztán 2 nap múlva annyi még volt, hogy a koreaiak azt mondták, hogy ők mindenképpen szeretnék lehozni a meghalt társukat, mi próbáltuk őket lebeszélni erről, hogy ez nem fog menni, itt a monszun, állati rossz idő, aztán később, másnap már jött a rossz idő elég rendesen, havazás rendesen, 1-2 órás napsütés volt, vagy éppen egy olyasmiféle, de kezdett rossz idő lenni, és kellett készülni, indulni lefelé, mert a teherhordók monszunban nem mennek végig a jalongon. Tehát muszáj volt velük együtt lemenni, de nem is nagyon volt értelme miért maradni. Annyit kértem a koreaiaktól, hogy ha fölmennek, fényképezzék végig a tájat, hogy legalább Zsoltról valamit megtudjunk. De megerősítettek abban, hogy nem volt semmi nyom, sátrakba se nyom, Petit ők is megtalálták. Sőt, Oscar Kadiak, aki leért, az ő fotóin is rajta van, és ő mondta, hogy jó, az Peti, ő nagyon jól ismerte Petit, hiszen együtt jöttek. Végül is, amikor ők lejöttek az alaptáborba, akkor mind
Mariót, mint pedig, hát Oscart többször is, Mariót kétszer kifaggattuk járóval, hát beszélgettünk vele. Nagyon rossz állapotban volt Mario, tehát nem tud, de azért készséges volt, és elmondta a történteket úgy, ahogy ő látta, és ahogy mondta, és megegyezett az állításunk azzal, hogy bizony Peti visszafordult. Azt hitték, megbolondult. De ezt mondták, ezt mondta Oscar, négyszer vettem rá arra, hogy elmesélje a történetet. Együtt jöttünk le végig a Yalungon, illetve egészen Bhaktapurig. Sőt, mint ő Bhaktapurban a szállodában egy reggelinél még az utolsó volt, már mosolyogva mondta, hogy már kívülről tudja, de még egyszer elmondja nekem a történteket. Mondom, ne haragudj, Oscar, de annyira szeretném hallani, mert egész egyszerűen vannak olyan pontok, amiket nem tudok logikailag beilleszteni a részbe. Nos, hát ennyi a történet. Erről, és akinek kérdése van, vagy van valami lukat lát benne, én nekem van egy hely, hogy őszinte legyek, jó, hogy a Zsolt kevés folyadékot vitt, mindig kevés folyadékot vitt, mindig ennyit vitt, ő szerinte ez elég, de mindig ennyit vitt. Én azt nem tudtam, hogy ennek ellenére a csúcson való beszélgetésünk, és azok a jelentések, amit Mario is és Oscar is mondott róluk, hogy egyébként nagyon jó állapotban voltak, csak furcsa módon nem ittak. Ők viszont igen, kávét is, és az nagyon jó. Ennek ellenére azt mondta nekik, hogy én nem értem, hogy történhetett meg Zsoltnak ez az egyik pillanatról a másikra lemerülése. Mert ő ennél egy sokkal túlélőbb, egy sokkal jobban fölkészült, fizikailag is, akaratilag is. Tehát ez engem teljesen meglepett, de mindenkit meglepett végül is, mikor ők is meghallották, hogy mi történt Zsolttal, mert ők nem tudták, hogy ez hogy van és hogy lehetett. És ez a luk, ez lehet, hogy kisimult most az utóbbi néhány napban, de majd ezt elmondom, hogy mi. De ez csak egy feltevés, hogy ez itt mi lehetett. Tehát az se igaz, hogy mi nem kérdeztük meg Mario Vielmot és Oscar Pagliacot és a két serpát. Reggeltől estig faggattuk őket a történtekről. Én elmondhatom, amit én tudom. Ha, hogy? Jó. Drága. Gyere közelebb, nem fogod hallani. Hát itt a víz kapcsán én annyit tudnék elmondani, hogy azért viszünk ennyire kevés vizet, mert nem nagyon fér be több. Tehát nem tudunk a hátizsákba vinni, mert ott megfagy. És így a fehely alá szoktuk betenni a polárba, és ott azért maximum, tehát az egy év fér el, maximum kettő fél literes. És hát a Zsolt még azt is szokta csinálni, amit én nem csináltam, de Zsolt még azt szokta csinálni, hogy havat tesz bele. Tehát iszik belőle, és akkor tömköd bele havat, hogy azzal is egy picit olvad akkor, tehát hogy nem sokat, de valamennyit ez is számít. A másik meg ugye ez a, amit ugye sokan itt nehezményeztek, hogy miért nem mentek följebb, a négyes tábort miért nem építették ki. Ennek az az oka, hogy tényleg nagyon lemerül az ember abba, hogy ott zombigérő hóban még cipeli a sátrat. És például a Broad Peak-en ott nagyon jól kijött ez a dolog, hogy nem ment, tehát akkor is megálltunk a hármasnál, és Cinóék, meg a nagy, ugye abban a melegben fölvitték a sátrukat a négyesbe följebb, most nem is érték el a négyes, följebb vitték. És nem mentek a csúcsig sem. Még mi, akik ugye lejjebbről kezdtük, nem csináltuk meg ezt a szívást a följebb, mi meg föl tudtunk menni a csúcsig. Tehát ugye ez egy nagyon fontos dolog volt. Ugyanez volt a Makalmunál is. Ezt is nehezményeztem. ezzel nem értettem soha egyet velük. De hát erősebb kutya toszik. Azt mondták, ugye, hogy jó lesz ez így. Jó, hát igen. Mondjuk ugye most reméltem egyébként mellestek, hogy Zsolték fölviszik, és tudom, hogy volt egy olyan terv, hogy a hármas után nem jönnek le, hanem négyesig fölmennek. Gede, most beszélek, utána megnézem. Igen, ez így is volt. Hozd ide. Szóval, hogy ez jobb lett volna, de azért nem lehetetlen. Meg kell nézni. Nagyon szép szívem, és egyébként pont a Makalúból kifolyólag volt egy
tehát ez egy nagyon, tehát gondoltam azt, hogy Zsolt ugye erre építve, hogy a makaron igazából tudtuk, hogy túlfeszítjük a húst. Ő tudta, én nem tudtam, tehát én nekem nem voltam tapasztalatom, ő tudta azért közben is, hogy ezt túlfeszítjük a húst. De azon lepődött meg, hogy ahhoz képest, hogy milyen hosszú mászásunk volt, jól vagyunk. És hogy mihez viszonyít Zsolt, tehát hogy miért ment tovább. Amikor itt a makaron voltunk, ő azt mondta nekem, hogy ő mindig azt nézi, hogy a többiekhez képest hogy van. Tehát, hogy az oxigénes mászokhoz képest, mondta nekem, hogy hihetetlen tök hülye volt, tehát az oxigénesekkel együtt tudtál haladni. Márpedig aki együtt halad az oxigénesekkel, az jól van fizikailag. Tehát ő most is gondolom, hogy ehhez mérte magát, hogyha a többiekkel tud haladni, a többiek tempójával az oxigénesekkel tud haladni, akkor jól van. Ugye tavaly az Annapurnán érezte, hogy jóval gyorsabb a többi csapat, iszonyat lassú, vissza is fordult. Tehát, hogy ő ezeket mérlegelte a csúcstámadás során ezeket a hát igen, dolgokat. Meg a Peti is nagyon jó állapotban volt, és a Peti is ment, és a Zsoltnak se volt, mert én beszéltem Zsolttal erről. De az nem igaz, amit így mondtak, hogy Peti húzta Zsoltot, és azért nem hagyta ott. Zsolt, hogyha érzi, rossz van, úgy visszafordult, mint a szél. Persze, hát ezek ez nem, tehát Zsolt bármikor, tehát nem nincs benne egy olyan dolog, hogy most akkor ő csak azért is bebizonyítja, tehát ilyen dolog abszolút fel sem merül. Persze, benne. Így van, Peti is, pontosan Peti rendkívül fegyelmezetten dolgozott, és hogyha a Petinek, Zsolt is, meg én is azt mondtuk volna a rádión, én a Zsolt meg ott, hogy na Peti, itt visszafordulás van, akkor ő visszafordult volna, ez egészen biztos. Tehát itt nem kell ezt firtatni, hogy túlfeszít, nem feszítette ő túl, a Peti egészen kiváló módon ment föl, és az is azt jelenti, hogy mennyire rátermett volt erre a dologra és fölkészült, hogy ő simán lejön, hogyha nem kapja ott azt a Gellert, hogy megnézze, mi van Zsolta. Röhögve lejön, mindenki ezt mondta, a serpák ezt mondta, Kadiak ezt mondta, Mario, hogy igen, egyszerűen megfordult és visszamegy. Egyébként azt tudni kell, bocsánat, hogy azért 8000 méter magasan egy picit ilyen, tehát amit mondta is, hogy nem tudták összerakni. Tehát ez egy picit ilyen álomszerűnek éli meg az ember a dolgokat. Tehát főleg utólag, ott azt hiszi, hogy teljesen jól van, de utólag az egész ilyen álomszerűvé válik. És az érzelmei alapján dönt az ember. De Zsolt azért nem, tehát Zsolt elég jól volt, de félek, hogy Peti például főleg egy ilyen elemerülés után abszolút az érzelmei alapján döntött. Igen, átbillen a realitás az érzelmekre, és ez fölfedezhető volt Oszkárnál is, Mariónál is, és fölfedezhető volt Mingma Serpánál is, hogy nagyon sok az érzelmi megnyilvánulás ebben, mert az maradt meg benne. Tehát a tudati nem igazán marad meg. Megmarad, tehát nagyon fontos dolgok megvan, tudati nem. És amikor rekonstruálja a dolgot, akkor mindenhol hozzátesz valamit, ami a valószínűséget erősíti. Tehát így működik. Én ezt azért ismerem nagyon jól, mert én rengeteg ilyen emberrel beszéltem, és főleg a mieinkkel, rádión, tehát én tudom, hogy ki hogyan viselkedik, mit csinál és mi van vele. Tehát igazából azt hiszem, hogy el tudom dönteni, hogy ki van rosszul és ki nem. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy tudom, hogy az a tudatállapot az egy másfajta állapot. Ebből én rá tudom szűrni, hogy mi benne a valószínűség és mi nem. Lajos, egyébként van is egy feltételezés, hogy mondjuk a Peti, aki csúszott, attól csúszott könyv, hogy halálfáradtá várt hirtelen. Abszolút. Mert ugyan nem lehet tudni, mi történt. Hát a kicsúszott attól is, hogy rosszul lépett. Hogy az előfordul a hegyekben elég sok egymászóval. Nem, és nem akárkikkel is. Igen, nem akárkikkel. Nem biztos, hogy igen. És hogyha Petit ott érte egy hasonló lemerülés, mint ami a Zsoltot, akkor az ott, olyan két serpa ugrott ott ki, a koreaiak egyik legnagyobb nemzeti egymászó büszkesége szállt el. 12-8000-ese volt. Azon kívül olyanokat mászott mindenhol, fantasztikus. Ez egy nagyon jó mászó ez a fickot, ezt a Gavi meg tudná mondani, mert ő a kukac a kutatásban. Igen, egy fantasztikus jó mászó volt. Nekem az a nyomás, hogy sohasem nem fogjuk tudni kideríteni, amikor Peti visszament Zsolthoz, masszírozgatta, aztán nem mondtak együtt lefelé. Nyilván együtt is maradt. Zsoltnak valószínűleg látni a felület, hogy Peti kizana. Na, ez az a pont, amit én az előbb mondtam, hogy én kétszer beszéltem úgy Zsolttal, a Zsolt rádióján, mert Peti ugye 8100 métertől fölfelé és lefelé nem vette el a rádiót.
nem is tudom, hogy hol van, azt sem tudom, hogy a hátizsákja hol van. Biztos vagyok benne, hogy a kötél végén ott hagyta a zsákját, mert minek cipelje, mert a csúcson sem láttam ott a zsákot. Ő rühelte ezt, a rádiót sem akarta magáról. Lehet, hogy magát. Mit? A zsákot. Hát látod rajta valahol a zsákot? Nem, én sem láttam. Nem láttam a zsákot rajta. Tehát kétszer beszéltem vele, mind a kétszer Zsolt rádióján. Mert Zsoltot tudtam hívni, Zsolt is hívott engem. Tehát mind a kétszer Peti teljesen normális volt. Egyszer volt az, hogy alszik az oxigén palackokon, de aztán fölébredt, miért közben Zsoltal beszéltem, és Peti megint átvette, és mondta, hogy nem kell izgulni, itt vagyok, jövök a Zsoltal, együtt nem mondom. És kimaradt itt egy óra. Eltakarta egy felhő, 8 óra körül, majdnem 9 óráig. Mi közben lent voltunk a spanyoloknál, és próbáltunk intézkedni valami fajta mentésszerűségért, emberekért, akikkel mi fogunk tudni dolgozni. És mikor elment a köd, és lehetett látni, akkor szólt a Dani, hogy csak egy embert látok. Azonnal hívtam Zsoltot, és kiderült, hogy Zsoltot látja. És akkor Zsolt összefüggéstelenül beszélt teljesen. Kérdeztem tőle, hogy Peti, nem tudom, nem látom. Mondom, nézd körül, hát ha meglátsz, nem látok semmit, mert megfagyott a szemem. Érdemileg is összeomlott, hogy ha tényleg látod, is akkor mondta volna. Hát nem biztos. Biztos vagyok benne. Zsolt, én ismerem jól. Tehát, kemény szívű gyerek. És egyszer csak eltűnik a Peti. Kemény szívű gyerek, a Zsolt, igen. Hát, de nem látod. Nem látod. Nem látod. Hát ezt mondom neked. Mondom, nézd körül, azt mondja, nem tudok, megfagyott a szemem, semmit nem látok. Hát ezt mondtam kétszer. Vigyázz, mert ilyen kérdések tömkelege jönnám visszafelé. Egy ekkora betűvel van leírva, és megkérdezik, hogy miért nem pisálta le a fejfát. De mondom, lepisáltam. Na de miért nem pisálta le? Ez körülbelül ilyen kérdések tömkelege jön. Fehéren, feketén. Szerintem az, hogy mi történt, azt teljesen nem tudom. Nincsenek benne lyukokkal. Tiszta. Amennyire tiszta, hát annyira ez tiszta. Hát szerintem se. Ami itt fölmerült, az Nagy Balázsnak volt egy, nem tudom mennyire ismered őt, az ő is hozzáértő. Ugye volt egy kérdésem egy azzal kapcsolatban, hogy miután nem értél fel a 4-es távol, amennyi, mennyi volt a 3-as a 4-es között elvileg, mennyi magasság különbség a 3-as 4-es között? A 3-as tábor az 7000 méteren van, pont 7000 méteren van, és a 4-es tábor az 7250 volt a miénk, és 7300 valamennyi volt a jó. Hát olyan 5-600 métert kellett volna fölni. Hát ami fölmerült, ami az egész ugye az elején, amikor hallotta az ember még, hogy hol vannak és mit csinálnak, akkor merült azt fel, hogy ha nem tudták elérni ezt a viszonylag kisebb, nem viszont kisebb távolságot 7000 méteren, ez azt jelenti, hogy 8000 méteren, ahol minden magasság nem tudom hányszoros a 7000 méteri magasságnak, akkor így hagytak maguknak 1250-et vagy 1300-at, plusz még a visszatérést. Magyarul ez egy túl nagy vállalásnak tűnik. Tehát itt ami én szeretnék kérdezni az, hogy mondjuk beszéltetek előtte, hogy most akkor mi lesz, mennek. Az, hogy megálltak, az teljesen megérthető. Hát hogyha melegük van, ezért nem kell előtetni. Mitől hozták meg azt a döntést, hogy mégis bevállalják, mikor rosszok voltak az emlélek? Tehát nem sikerült fölérni a 4-esbe sem, óriási távolság alatt a következő napra, mert ott 24 óra, az az Alpokban is rohadt fárasztó, 24 óra, hát másik éjjel nappal. Tehát az volt az, hogy egyrészt, mondták, hogy nem szerintem egyrészt, arra, ami kivette őket, ez egészen biztos, ami kivette legalábbis azt a tartalékot, az a fix kötelek hiánya. Az biztos. Az mennyi időt jelentett szerintem körülbelül? 9-et plusz hány óra jelentett? Várjál, mondjuk én 8, igen, én 7-8-at mondanék, ami pluszba rájött erre. Ebből azért volt pihenőidő is, igen. Tehát mert melegbe is másztak, mert este 6-kor értek a csúcsra, tehát, és ráadásul még melegbe kellett ezt csinálni. Tehát ez volt a plusz. Nem az volt a plusz, hogy lejjebb volt a 4-es tábor, mert délután, amikor lemegy a nap, hűvös van, azt a 200 métert, ez 200 méter, egy kényelmes rámpán. Lényegében, látod, ott van a fotó. A Zsolt, mondom, én megértem ezt a kérdést, mert én ugyanúgy firtattam ezt a dolgot.
De azt, Peti is azt mondta, Zsolt is azt mondta, főleg Zsolt, azt mondta, nem fogjuk szétszivatni magunkat ilyen melegbe, mert délután legfeljebb egy órát rádobunk, és kényelmesen fölsétálunk. Lefelé pedig könnyebb lesz ez a rámpán, mert az egy könnyű rész a rámpa, tehát igazából legalábbis a többihez képest, a csúcsszakaszhoz képest. A rámpán pedig lesétálunk hozzá, vagy fönt maradunk a 7500-as valamelyik sándorba. Tehát ez ennyi. Jó, csak azért... A lényeg, hogy meg kell próbálni. Tehát, hogy ott nem mondhatnánk azt, hogy 7250-re jutottunk, hát meg se próbáljuk. Egyszerűen... Na, nem volt indok, nem volt indok. Tehát senki nem volt fáradt, nem volt rossz. Olyan erőben voltak, hogy majd szétmentek. Túl nagy vállalásnak az 1200 valahányszer a csúcsi plusz vissza. Az nagy vállalás, de a Kanchenjunga az egy baromi nagy vállalás. Az 20 órás csúcsmenet. Tehát én végignéztem a statisztikát. 15 és 20 óra közötti csúcsmenetek vannak a Kanchenjungán. Elképesztő. Egyébként a Balázs, amit nyilatkozott valahol, az arra vonatkozott egyébként, hogy én kényszeretnáznak a magyarok, mert hogy kevés pénz, jön a monszul, nem tudunk kimenni időbe, stb. Biztos van alapja egyébként, mert van, tudjuk, hogy nem az ideális a feltételek, anyagilag sehogy sem, de volt-e ilyen mögöttes oka annak, hogy jó, mégis megpróbáljuk, és jó, mégsem jó. Ez egy megállapítás. Én ennek mondok egy logikai ellentéte. Nézzük meg, hogy hogyan mászik Klein Dávid. Hát kényszer alatt mászik? Ő is magyar. Hát ő biztos nem kényszer. De miért nem? Klein Dávid. De miért nem? De miért nem? Hát ő is magyar. Na jó, de honnan tudjátok, hogy nekünk milyen erő? Honnan tudja Balázs, hogy nekünk milyen erőforrásunk van? Megjegyzem, igaza van, kevés. Kevés. Tényleg szarból főzünk, vagy vízből főztünk, mit tudom én mit. Tehát kevés. De azért a motiváció, az akarat, hát azért nem tudom összehasonlítani Zsoltot és Kis Pétert akárkivel. Nem tudom összehasonlítani. Szóval ott, ahol Carlos Soriában. Hát majd lemegyek. Majd nem is kell összehasonlítani, hogy Carlos Soria most nem, tehát lehet is kritizálni Soriában, is nem személyesen. Nem védeni akarom, csak elmondom, hogy könnyű kritizálni Soriát, de Soria például bevallja, ő amit csinál, ő azt mondja, ezt csinálom, én ilyen fasz vagyok, én így csinálom. Tehát lehet kritizálni, de azért rendes ember is egyik szempontból, mert elmondja, hogy nem próbálja el. Laci, én soha nem kritizáltam Carlos Soriát, olvasd el, mit írt rólunk Carlos Soria. Olvasd el. Olvastam én. Na hát, ha elolvastad... Amit én olvastam tőle, lehet, hogy van, amit nem olvastam tőle. De amit én olvastam, én személy szerint én nem érzem azt, hogy a magyarokat direkt bekritizálta. Ő általában kritizált egy, amit ő úgy hívja, egy ilyen hibrid stílus, amiben van is, meg nincs is, meg csináljuk is, meg nem is csináljuk, de mégis csináljuk. Ő ezt nem különösen, sehol nem írta azt, hogy a magyarok. Megmondom, mit írt szó szerint. Vagy lehet, hogy azt nem, azt lehet, hogy nem olvasta. Szó szerint azt írta, hogy a magyarok a fukarságuknak lettek áldozatai, mert nem akarnak fizetni a serpáknak. Összemosta az ő, mert ő egy gazdag ember, de nem ez a lényeg, nem az elhatározás más. És ezt Carlos Soria tudja, ismer bennünket. Pontosan tudja. Carlos Soriának az cseszte a csőrét, hogy már ugye megint ő szervezte ezt az egészet, tavaly az Annapurnán odaballagott. Volt veletek az Annapurnán is. Persze. Odaballagott, szépen elmondta, hogy itt vége, bezárul a hegy, itt mindennek vége, lehet hazamenni, másnap leszállt a helikopter, felszállt a csapatával együtt, és így elmentek. 4 nap múlva 7 csúcsmászás volt az Annapurnán. Jó, szóval oké, 2010, jó, de akkor minket ne cseszegessen, mi nagyon jó viszonyban voltunk Carlossal, én mindig azt mondtam a Zsoltnak, hogy itt az öreg operettember, de hogy aranypofa volt, tényleg, 3 kamera kíséri, vadonatúj az összes felszerelése, mindig beáll és őt le kell fotózni, akkor följebb megy, lejön az orvosa, mindig vele van, ez mind oké, de ne mondja azt, hogy mi smucigok vagyunk, nem akarjuk a serpákat megfizetni, és mit képzelünk, hogy mi zavarjuk az ő fáradt serpáit,
és kikapcsolja a rádióját. Na, ilyen ember a Carlos Soria. 2011-ben a Loccén Carlos Soria csapata akkorát szívott egy szervezetlenség miatt, ha a Zsolték nincsenek ott, meg nincsenek a fáradt serpák, akik jöntek le az Everestről, akkor ott az Everest egyik újkori történetének legnagyobb tragédiája van. Mert elcseszte. Erről nem szól a fáma. Jaja. Erről nem szól a fáma. Persze, ő neki csak arról szól, hogy bizony most a magyarok mentést kérnek, miért nem fizették ennek meg serpát. Akkor te ezt nem olvastad. Carlos Soriának nem kell ilyeneket mondani, és én nem kritizálom őt, én egész egyszerűen elegem van abból, hogy Carlos Soria megengedi magának azt, hogy a másik, aki nem úgy mozog, mint ő, azt kritizálja. Ő kritizál, méghozzá nagyon övön alul. Én egyszerűen gyorsan tületettem abból, amit én olvastam, hogy egy általános stílus. Volt egy olyan is, igen. Hát, de ti olvastátok. Nem teljesen expedíció, nem teljesen alkosi. Nem alkosi. Hát egy ilyen hibridizéket van is, sem, nincs, az használjuk a másik. Úgyhogy én szerint, most ezt nem a magyar katokat kritizál, nincsen a románokat, mert is nem használjuk sem az oroszkot, mert nagyon sokan van aki. De az igazság az, hogy ez igaz, amit mondtok. Mert ezt a hibrid stílus, ezt nagyon sokan használják, és utána hazamennek, valami zéket írnak, hogy milyen nagy alpi stílusban használ, akkor akik ez zéről nem alpi stílusban használ, és nem is tiszta stílusban, mert attól a keresztül, hogy megfelelő a keszkötelet, teljesen mindegyik az anyag tette fel, hogy az apád, vagy a serpa, attól a keresztül fogva nem tiszta stílusban használ, hanem ez egy hibrid stílus, tulajdonképpen egy sem ilyen, sem olyan, sem olyan. Tehát ez mondjuk én ezért mondjuk Soriának annyi izéje van, annyi pofája van, hogy ő legalább beismerő, nagyon jó beismerő. Oxigénes kérdő, neki veszik a cincát, meg van, amikor nyomják is, van, amikor húzzák is. Az a felületen 4 éves, úgyhogy azt is, hát tegyük a dolgokat, hogy van, van. Azért. Aztán, hogy utána írt olyat, hogy tényleg, hogy direktben a magyarokat, az lehet, de én ezt nem látom. Igen. Én olvasom, abban nem kritizálta direkt a magyarokat, mert most a stílus kritizálta, amiben azért bele lehet számítani. Igen. Igen, Laci, de... Igen, Laci, de mi ilyeneket nem mondunk egyrészt, tehát azért nem vagyunk önteltek, mi nem mondunk, és én ezt, hogy hibrid stílus azért, mert ott fönt van a fix kötél, ezt, hogy hibrid stílus, ezt én azért nem írom alá, mert ez már egy olyan fokú mutációja a Himalája mászásnak, hogy ez, hát ez ott van. És ha nincs ott, ez ott van, nem tehetsz róla, nem biztos, hogy kell használnod, de ott van, ott van. Nem ez a probléma. A probléma, ettől még 8000-es a hegy. Legfeljebb neked kell a kötelet föltenni, és lassabban fogsz mászni. 2 héttel előbb kell kimenni. De ha beszipukázod a szerkentyűt, meg a serpa fölviszi a cuccodat, nem 8000-es a hegy, Laci. Ez ennyi, nem tudunk többet tenni, de mi soha nem mondtuk, soha a büdös életben nem mondtuk, hogy mi aztán milyen fasz a gyerekek vagyunk. Én nem tudom, hogy a Gaba talán tudja tanúsítani, én mindig arra intettem mindenkit, hogy gyerekek, 8000-eseket sokan másznak a világon, nem kell azt hinni, ha véletlenül nekünk sikerül egy-egy 8000-est megmászni, hogy mi vagyunk a császárok, mert ez már egy bevett szokás. Mi maximum annyit tehetünk ebbe, mint magyarok, hogy nem szipukázunk és nem használunk serpát. Mert a kötél az viszont ott lesz. Ahol nincs kötél, ott meg ki kell mászni. Azt jó napot kívánok. Tehát ezt mi soha nem mondtuk, mi nem kérkedtünk ezzel. Aki minket leszólt, az a Carlos Soria volt. Nekünk ugye ebből beszélgetünk, hogy igazából nem azt kell kihozni, hát ki miről mit mondott, nem lényeg, hanem ugye valamit meg kell fogalmazni, hogyha ebből lesz valamilyen közlemény, ha lesz, de gyakorlatilag akkor azt mondtad, hogy az egyik probléma az a önmagában is hosszú csúcsnapnak a még egy kicsit meghosszabbítása. Nem csak az, hogy kicsit lejjebb voltak a 4-es tábornál, hanem inkább azzal, hogy a kötél hiánya az hozzátett az egész egy pár órát. Igen, de ezzel szemben azt is el tudom mondani, hogy mennyire igaz ez a dehidratizáció, mert hogyha jól beszámoljuk, akkor Oscar, Mario és a két serpa
Igaz, hogy az egyik serpa az kihullott belőle, de Oscar Mario és a két serpa, és az egyik kicsúszott, az ugyanezt teljesítettük ebből. Oscar Mario és az egyik serpa simán lejött. Csak 2007-ről indult. Nem, 7005-ről indult. Nem, kapjátnak 7007-ről. Nem, a korjaiban, De tavaly is azt vitte, Az idén vitte ezt, nem, tavaly még volt a rendes energia, de egyetlen. Gél van. Azt most nem vitt. Az igen, az nem bizott el, hanem az igényi a vizet. Igen. Ez a többször lehet, hogy én nagyon tanulom, csak pozitív tapasztalatom. Igen, de hozzá ráérjek, hogy nem tudom, kékültel vizet, hülyeség szerintem, tehát... Szervezetileg mindenki. Nekem az mindig bejött, tehát... Én nem hittem volna, de... Hát ez itt ott a cél, van egy dolog, amikor egy orvosi, egy fiziológus azt így választom teljesen a legjobb, hogy mindenkinek különbözik a bírása, a szanúsága. Ez tényleg. Hát ez így van. Viszont fiziológia van egy megadott lépcső, amit mindenki amit nem lehet túllépni. Mindenki, igen. Átlép, meghal. Igen. És a dezinformációnak ez a lépcső, ez pont így van, hogy mész, egy óriási veszélyi zóna, az a piros zóna, ami megint nem tudsz, mert többé kevésbé felfelé is máskor meg, és egyszer, amikor elfogy, ott bezuhan. És szerintem most ez persze feltevés, hogy nem sok lehet, hanem annyiáról beszélni, mert úgy is kezdtem. Szerintem Zsolt ezt lefelé jött, ezt nagyon hamar elérte. Igen. Tehát ő elérte ezt a részét, és azután már nincs. Mert ha 7800 méteren merül ki, akkor azt mondom, hogy bizony messze volt az a távol. De nem ez történt. Az történt, hogy egy jó kondícióba, jó hangulatba lévő, bizakodó párosból az egyik egész egyszerűen pak, így csinált. És akkor majd elképzelhető. És nála ott jött, és nála ott esett ki. Persze, épp ezt mondtam én is, hogy ebben tökéletesen igazad van. Petivel is bizony a visszamenés, ő annyival volt jobb állapotban, hogy a visszamenés nála ott. Az valami állapotban lehetett, mert ez nagyon lehet. Ez a visszamenés az bőven elég megfogó, hogy ez tényleg. Hát csak 50 méter nem vissza, az is az balom is van. Igen, ez balom is van. Így 50 méter, tehát nem így 50 méter van, hanem így 50 méter. Hát igen, már pedig 50 méter biztos többet ment vissza. De a végére azért... Én gondolom mozogtatlan felé folyamatosan visszakal többiekkel. Persze. Zsolt nagy részt egy helyben van. Zsolt egészen 8-tól... fél négyig ott volt a bejelentés, hogy valamennyit pihent, elindul lefelé. És ment is lefelé. Lassan mozogok, 200 méter biztos lementek, hogy 150 méter. Igen, körülbelül. Igen. Tehát ez a 8100 méteres találkozás, ez úgy nagyjából rendben van, annál is inkább, mert ugye a kukkerral lehetett látni a cornernél, a sarokban, mind a kettőt. Attól följebb egy picikét. 50-60 méterre följebb, és nagyon lassan jöttek lefelé. És onnan tűnt el a Peti, aztán később már 9 óra körül, amikor följött elszállt a klubban felfelé. Hát igen, ez a három dolog azért, mint ez a kevés. És pluszban. Hát igazából... Kötélhiány. Ez a plusz egyről a tényleg talán tényleg sötétben csinálták, kevesebb energia veszesség volt, de az is attól is kimerültek csizomban. Szerintem Zsolt és Péter azért merték ezt bevallani, szerintem Zsolt azért nem volt annyira mutató, hogy ezt nem tudja felfogni, hogy 1300 méter. Az nagy, igen. Ez óriási, még tényleg azokat is, hogy kurva jó meg a fizikai tréningben, különböző edzésben van, és Zsolt talán nem volt már annyira jó edzésben, az, hogy bírta a hát nem volt, de olyan állapotban volt, amilyen régen, amilyen nem volt. Majd ezt elmesélem, hogy miért is, meg hogy lehetett ez az egész dolog. Azért is merte belállni, hogy melyre voltam a kis nyilvának, mert ők úgy voltak, hogy ott leszkötél. Igen, ez így is volt. Erről mi beszéltünk, arról is beszéltünk, hogy itt is beszéltünk arról, hogy meg kell nézni, aztán, hogyha nem megy, de menjünk följebb. Oké. Tehát volt egy ilyen. Ment.
jött a következő buktató, 8001 után nincs kötél. Akkor most mi lesz? Éjjel, hát hajnalban, hideg volt még nagyon, ez hajnalban volt. És gondoltak, hogy lesz még van 3 óra, ami normális? Hát ami kész, hát ez 3 óra. De hogyha 7-től indulsz, hát ez is benne van. Egy csomó vizet, tulajdonképpen nincs változtat semmit, mert vagyis. Persze. Egy csomó hibát össze tudsz szedni, amikor benne vagy teljesen másképp gondolkodsz. Mert például, hogy 8100-on elhatározod azt, hogy tovább mész, akkor nem fogsz megállni 50 méteren később, és azt mondod, hogy vissza. Ez így van. Tehát még akkor is, hogyha rájössz, hogyha hiba, mert már benne vagy. Hogy ők 8100-on megfordultak és visszamentek. De. De. Hát igen, de én azt láttam, hogy nem volt a helyzetben sem olyan töréspont, ahol nagyon drámaian megváltozott volna a helyzet. Igen. Amikor, hát ezt írtam abban a helyzetben, hogy te mikor szólhattál, mi volt az a pillanat, amikor mondhatod volna nekik, hogy most aztán fordulnak vissza, mert voltak ilyen szonda pillanatok. Tehát voltak beszélgetések, voltak szonda pillanatok, hogy ki hogy van, hogyan látják, hogyan gondolják. Igen. Menni kell tovább. Kérem szépen. Nézzük. Mindenki jó? Mindenki jó van. Megyünk, kicsit lassú, kicsit izé. Jó. És amikor Zsolt a csúcserről bejelentkezett, akkor azt mondta, hogy 1 óra múlva fönt vagyunk a csúcson. Mondom, Zsozsó, milyen állapotban vagytok? Figyelj, nehéz ez a szar, de jó állapotban vagyunk. Peti, Penget, én is jövök, többiek is jönnek. Jó állapotban vagyunk. Reméljük, hogy ne. Na most ez az 1 óra múlva a csúcs, ez 2,5 óra lett hirtelen. Még ez megtoltat. Innen... Ez a, hát igen, nehezebb volt. Igen, majdnem biztos egyébként, hogy ez a 3 feltétel közül, most itt az a hülyeség előveszünk tényleg igazolva a Lacinak, de a 3 feltétel csak egyik nem lett volna meg, tehát több vízük van, hogy ott van a kötelek, vagy folyadóan, akkor már sokkal nagyobb eséllyel vissza a vászor. Hát de nem, hogy nagyobb eséllyel, akkor nyilvánvaló, hogy visszajönnek. Tehát nincs. Itt egyetlen pont van, egy pont van. Zsoltnak de figyelj ide, a Peti is ugyanezt végigcsinálta. De Peti végigcsinálta, Oscar végigcsinálta, Mario végigcsinálta, két cserpa végigcsinálta. Én kizárom, ez egy nagy leisztung, ezt egy másodpercig nem. És ezek a hiba lehetőségek mind benne vannak, ez kicsit. De végigcsinálták egy csomóan. Igen, de nagyon, de és lehet, ez ők is hiszen haláltáncot járattak a... Persze. Hát a többi, ezt elmondta Oscar is, hogy volt olyan pillanat, hogy nem gondolta, hogy lejön. Hát Mariónak szétfagyott a keze, Mario lent az alaptáborba, nem lehetett szóra bírni se. Reggel. Aztán este megpróbáltuk járóval megint, akkor már kicsit jobban, hogy nagyon szétestek szegények, de... Tessék? Hát nem is érti a dolgot. Tudom, nem beszélve arról, próbáltunk a lánnyal is beszélni. Az minden előre elzárkózott. Az bebújt a sátrába is, és mondta, hogy ez az. Aha, igen. Nem is értett. De mindegy, ő nem volt fönt, tehát most teljesen indiferens, hogy ő mit mondott volna, de ő annyira ki volt akadva, hogy az valami őrület. És mondom, Mario is elég. Aztán Mario elkezdett aztán közben beszélgetni, meg mindenféle dolog. Tehát szóval tőle is meg lehetett tudni egy-két dolgot, de lényegében a lényegek összevágnak. Ez főleg Petit érinti. Mert a csúcsmászás időszakáról Mario se tudott mit mondani, mint azt, hogy ment mindenki normálisan. Baromira elfáradtunk, mert nagy menet volt. Ennyit mondott Mario. Neki meg ráadásul a keze is fagyott, meg minden. De aztán onnantól kezdve olyan sokat lefelé nem tudott mesélni, annyit tudott mondani, hogy azt nem értett, hogy a Peti miért fordul vissza. És egyáltalán. Ők azt hitték, hogy kapott egy rohamot és kész. De aztán kiderült, Oscar elmondta, hogy neki szólt, mert Oscar ment fölül, és mondta, hogy Zsoltot megnézi. És igen, hát persze, hogy van erre hiba, de majd ha elkapcsolod azt a szerkezetet, akkor elmondok egy másik esetet is. Hát ez hiba,
deszidoatációról, vagy valamit van, hogy körülöttem Franciaország van kapásból 15 személy, így még mindig 800 eset. Most is például volt két barátom, egy barátnőm, egy barátom volt a dalomé. És például víz szempontjából azért azt, amit csináltak, meg csináltunk mind is a 90-es évek elején, a 80-es évek végén, azért azt már elég kevesen csinálják, hogy fél liter vizet vizetek a dolgokkal, mert olyan technikai lehetőségek vannak, hogy mindig a jegyszer volt a két liter, ami biztos súly, viszont élet. Hát igen. És például a kamerbákot használják teljesen a bőrön, igen. Teljesen igen. A bőrön, és ez nem igen. Van. Nem hogy fagy, meg hátizsák, ami mit vagy. Úgyhogy technikai meg lehet oldani ezt is, aztán ez megint, hogyha akarod egyáltalán, akkor mit viszont. Igen. De és az legalsó... Hát a trikó, nem a trikó. Igen, igen. Van, ismerem, én láttam ilyet. Csinálták a dal, hogy két és fél évvel vizet. Azért nem mindegy, két és fél évvel vizet. Így van. Ez az egyik visszatérve a több mint 20 órás 8-es mászásokban. Tulajdonképpen az egészről, hogy hitán veszik. De szerintem a legfontosabb ebben a téma most már nem az, hogy Zsolt, meg hogy Péter, meg ők úgyis kész, tehát őket már visszahozni csak úgy. Szerintem a legfontosabb az, hogy milyen imást akartok adni erről a következő generációnak, azok, akik jönnek. Mert biztos lesznek magyarban is következő generáció, legalábbis remélem. És most egyes dolgokat, hogyha úgy állítsz be, olyan jó oldalról akarod beállítani, hogy Zsoltot megváltsak például, az a következő generációnak én szerint ez nagyon negatív lesz. Mert nem jó, úgymond nem lesz jó. Mert ha azt elmondod egy blogon, hogy az, hogy fényre vizet magad, viszont magad, mert bírod, az jó, az valahogy nagyon nagyon jó. Mert egy szempontból nem tud kivel beszélsz, mert nem tud kicsőc a halálba. Ez nem így van, Laci, nem így van beállítva ez. Ez egyáltalán nem így van beállítva, ez ellen harcolunk többen is, ugyanis Ákos cikke mutatta meg, én Ákosnak írtam egy levelet, ez Hilda előtt is elküldtem neki, azt mondtam neki, figyelj ide Ákos, nem nagyon hiszem, hogy normális dolog bárkit is heroizálni. Ákos úgy gondolja, és nagyon sokan úgy gondolják, hogy Zsolt nem hibázhat. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy Zsolt teljesen halhatatlan. Ez nem igaz. Azért, mert ez így lett valahol, a Gábor cikkében is van egy ilyen passzus, hogy igen, ezzel a dologgal nagyon nehéz számot vetni. Én azt mondom, hogy ez Zsolt irgalmatlanul elbaszta a vizet. De azt nagyon. De azt én megmondtam neki ott fönt is, a rádióban is. Hogy ez egy nagy elcseszés, és ezt a pontot, én ennél több súlyos hibát, tehát olyan hibát, amit erre rá lehetne varni, nem tudok. Jó, persze, de hogy beszéltünk a vízről, de hát az egész tényleg belementünk ebbe a hexpészes témakörbe, hát azért az is elég vicces dolog, hát basszolva rengeteget beszéltük, hogy magyarok legalább 25 Everest expédiciót elpiskáztak, gyakorlatilag oxigén nélkül, megmászás nélkül. 15 év alatt az Everestre. Ha valaki tízszer nem tudja meg, mert tízszer leverem a lécet mondjuk így a mellemmel. Ezt írt a földes, tudod? Tizenegyszer már nem Dávid az, aki a legtöbbször. Elég kicsi az esélye, hogy át tudjam. Na jó, de ezt most miért is mondod? Mert hát az, hogy hát ez egy dolog persze, hogy az ember mondjuk kevés vízzel mászik egyetlen, nyilván ez nem fontos nekem mondani, de hát itt vannak egyéb problémák is egyébként, ugye a speciális mászásokkal kapcsolatban, és ez nem a Zsolt kapcsán van, aki a 20-valány hegyből fölmászott közel 20-valány hegyre, mert majdnem mindegyik hegyre fölmászott. Ez sajnos. Azért, hogy valójában egy ilyen határokat, most biztos átlitte a határokat, nekem az a megdöbbent a Hildának, amikor nyilatkoztál, hogy hát én életben kemény voltál, hogy abban a Zsolt átlépte azt a határt, amit soha nem lépett. Igen. Hát ez egyértelmű volt, hogy nem lehet hibázat. Teljesen világos, hogy ő még ilyen határt nem lépett át soha. Hát igen. Tehát hogy ez is elég egyértelmű volt, hogy itt biztos, hogy ő csinált valami rosszul, mert nem... Ugye, amit elmondtad, hát egyértelmű, nem lavina vitte, stb. Igen, de ez nem az az eset, azért mondtam az Everestet, nem az az eset, hogy tízszer nem mászom meg az Everestet. Jó, tehát ez azt jelenti, hogy John mindig tudta, hogy hol a... mi az a mérce, amit ő viszont el tud élni, ennyi.
De egyébként visszatérve igen erre, hogy mit üzenünk ezzel, meg hogy tudja, hogy minden balesetből, és Zsolt is mondta, hogy minden balesetből le kell szűrni a tanulságot. Hogy ezt most, hogy itt mit kell tovább adni a következő generációnak. Hát most akkor beszéltek meg, hogy mit kell. Ügyeljetek magukkal két liter, igen, ne, hát ez jó, 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 azért, szóval, jó, azért, ez, azért ez nem ilyen egyszerű, igen. Azért ez nem ilyen egyszerű, mindenki annyi vizet vigyen magának, amennyit gondol, amennyit tapasztal, nézze meg, hogy ez hogyan működik, de nem egyforma a szomjúságérzet, nem egyforma a teljesítmény, nem egyforma az elszántság, stb. Én azt gondolom, hogy a magyar, ugye engem sokan ostoroztak most azért, mert megkérdezték médialisták, sokan, hogy, és akkor most mi lesz? De hogy mi lesz? Hát a magyarok a világ 8000-esei úgy gondolom, hogy befejezte a tevékenységét, legalábbis most egyelőre, ez egészen biztos, mert én nem látom azt a csapatot, azt az egyet se, nem látok olyan mászót ma Magyarországon, aki a mi szellemiségünkbe, a mi akaratunkkal, a mi motivációs rendszerünkkel, a mi eszmei helyzetünk szerint beleférne és menne. És akkor jöttek itt ilyek, hogy én miért, hát az, hogy kik, azt még, na, mindegy. Nem akarok senkit bántani, de az, hogy kik. Érdekes módon ez nem cseszte a csőrét Dávidnak. Azt mondta Lajos. Tökéletesen igazad van, nem is idén, majd 2-3 év múlva csak kialakul. Na ez már egy dolog. Nem, egyébként Dávid nem hülye. Csak nem tud hegyet mászni, de az egy másik kérdés. Nem tudja a célt oda tenni, nem tud föl, na mindegy, ez nem is. És mit csinálsz most akkor, Dávidkám? Te, hogyha így van? Megyek össze a manasztóra. Na, mondom, tavasszal kellett volna, de az mégiscsak egy normálisabb dolog, belefullad a hóba majd, de semmi baj. De legalább már nem az Everestre megy, de legalább nem télen megy az Urupkóék útjára a Nanga-parbatra. Hát érted, ami hát egy borzasztó, szóval a hülyeség teteje. És meg vannak sértődve a mahuésektől kezdve mindenki, mert hogy én miért mondok ilyeneket. Hát azért mondok ilyeneket, mert a mi, azt én tudom, hogy a mi szellemiségünk és helyzetünk az micsoda, abban nem látok olyat, aki működőképes lenne. Bár lenne. És mit mondjak el? És nem hazudhatok csak azért, hogy tetszelegjek valakinél. Mint a repülőtéren oda jött két rendőr, mikor megérkeztem, és mondták, hogy hát ők engem kivisznek a hátsó kijáratra. Mondom, emberek, nem loptam én már. Igen, nagyon rendesek voltak, de... Hát... Van országok, ami igazi alpin kultúrával létezett, ahol még sem csináltak meg, hogy 14-8 ezeres, például Franciaország, úgyhogy nem egy izére. Nem, mert, igen. Nem, Laci, ez egy álom volt nekünk. Az ország nem fog jobban menni, hogyha megcsináljuk. Ez, jó, azért ez nem teljesen így van. Tehát nem az nem fog jobban menni, biztos vagyok benne. De ha nincsenek ilyen akarások, nincsenek ilyen, legyen az bármi más. Tehát ha nincsenek ilyenek, akkor az emberek sincsenek mögötte, akkor az ország sem megy úgy, akkor... Tehát rengeteg olyan dolognak kell lenni, amiben bízunk, amiben hiszünk, amit komolyan gondoljuk, hogy csináljuk. Egyáltalán nem azért csináltuk, lehettünk volna lisztes molnárok is, és akkor kicsit jobb lisztet őröltünk volna, ez lenne a feladat. Tehát igazából én azt gondolom, hogy ez a program, ez egyetlen volt eddig a magyar történelemben, nem volt ilyen, össze-vissza mászogattak emberek, voltak szövetségi Everest őrületek, meg ilyen őrületek, meg olyanok, fiaskók voltak. Hát ezért meg kell csak nézni, hogy a négy, az eddigi, ameddig mi össze nem állítottuk Osváttal 2002-ben ezt a programot, addig 4-8 ezres volt a magyaroknál, és ennek a 4-8 ezresnek volt 9 áldozata, 9 darab. Most én tudom, hogy az egy is sok. De nálunk most ezzel a kettővel sajnos 4. És 12-8 ezresnél tartunk. Én nem azt mondom, hogy ez egy mit? Hát hogy a túróban? Mondom, egy is sok. De azért tudjuk már ezt, hogy ez nem kosárfalás.
és azt is tudjuk, hogy ez bizonyos értelemben ezzel is jár, mint ahogy az elődeinknél, tehát akik előzőleg csinálták azt a keveset, két és félszer annyiból majdnem. Tehát azért itt is van egy kis csúsztatás, itt is van egy kis... Meg a rendszer. Szóval mi kitaláltunk egy olyan rendszert, amihez hülyek voltunk, amit követtünk. És mi nem mondtuk azt, hogy mi vagyunk a legfaszább gyerekek soha. Annyian másznak 8000-es, pláne normál úton. Mire legyünk annyira büszkék? Mi arra voltunk büszkék, hogy ezen a területen ezt álhatatosan csináltuk, és ebből fölépítettünk egy mozdulyprogramot. Nem kellett itt az embereknek 8000 métereket mászni, hanem volt egy idea, amire a tömegsport jellegű részeket, volt egy idea, amire föl lehetett építeni a turisztikát, föl lehetett építeni mindazokon az előadásokon és imidzsen keresztül, amit mi sugaltunk ezzel az egész dologgal, ez az egyik. A másik pedig remélem még kézzelfogható is lesz, hogy ezt a kurva extrém törvényt tökön tudjuk vágni ebből az országból. Reméljük. A Zsolt mindenképpen megérte magát idevegymászás történetében karámba kütköz. Az, hogy valaki követel hibát, Szabolcs mondta nekem, Szabi, hogy beszélgettek egyszer erről, és azt mondta, hogy nézd Szabikán, hát lehet, hogy követtem el hibát, de a nagyot nem, mert megint vagyok és beszélek vele. Hát most nincs itt, lehet, hogy tényleg átkötött egy nagy hibát, de ezeknek a láncolatát. De ha arra gondoltok még az utókor, hogy itt én meg Petőfi Sándor is hülye volt, hogy valamint a csatákat, és meg szokták azért öltegyük egyen Széchenyi is fejbe lépte magát, mégis ő a legnagyobb magyar. A József Attila is beszélült, a vonatalán is mekkora követ. Tehát Cibánt az ember elkövet, de amit ő addig letett, az egy nagyon nagy dolog, és ki tudja hány évig kell várni, hogy valaki ugyanúgy húzva erről legyen, a hegymászos formában. Szóval nagyon, nagyon, nagyon furcsa ez az egész dolog, mert belegondoltam, hogy ha Peti hazajön, akkor szétszedik, hogy ott hagyta az Erős Zsolt. Ha Zsolt jön haza, na ezzel a gondolattal eljátszottunk mi is, mert Peti ott valamit szívózott az akklimatizációs idő környékén, és mondtam neki, ide figyelj Peti. Nem fogsz nekem ott megdögleni, itt megdögleni, mert képzeld el, mi lesz, ha mi hazamegyünk ketten nélküled a Zsolttal. Ne is álmodj róla, hogy nem viszel magad a rádió. Mondom, ez nem lesz. Most, hát erre persze nem lehetett el fölkészülni, hogy egyikőjük se jön haza. De például az én helyzetemben nekem sokkal egyszerűbb lenne azt mondanom, hogy Zsolt ezt jó elcseszte. De nem tudom ezt mondani. Nem azért nem tudom ezt mondani, mert nem hiszem, hogy elcseszte. Mindig így mászott. Nem hiszem. És akkor, ha ezt én így kimondanám, vagy én ezt deklaráltan tenném, és erre lennék rajta, akkor engem nem cseszegetnének. Megúsznám a francba azért. De nem tudom ezt mondani, mert nem hiszem, hogy így van. Igen, csodálatos élet. Az biztos, hogy elcseszte ezt a vizet, azt úgy elcseszte, mint a franc. De hogy ez ekkorát rúgjon rajta, és mint kiderült, hogy talán van még más is. Nem egészen így. Ő így volt eredményes, így nyomta, így Lányos, csinálta. Igen, még így visszatérve azért, tényleg ez tényleg elég durva dolog, nem csak azok, mint a hirdelők mellett, hogy a Zsolt meg a Péter, én együtt voltam a Zsolt, a gyerek, pedig szóval Péterrel mászni akartam, már egy mattal éjszakak lehet, meg ilyen őrült terveink, vagy ilyen. Ilyenek vannak, és akkor én aztán nem is vagyok ebben. Ő ismeri már, abból most szedte ki a kopter. Tessék? Ő ismeri már ezt a problémát, ő most szedte ki a kopter belőle. Mondta, Peti, még egy ilyen húzásod lesz. Ja. 10 évig a közelünkben a gyerek. Igen. Hanem én azt gondolom, hogy például egy nagyon érdekes, hogy tényleg mit van a jövőben. Például itt szerintem a Himalájában való magyarokat a tevékenységet, azt biztos, hogy olyan szemben átlátom, hogy biztos, hogy vannak még már olyan célok, hogy a 6000-es években az Attila csinálta ezeket, amik nagyon komoly dolgok, sőt, hát ilyen szempontból még komolyabbak, mint a Dalmátos 8-es, azt mindenki tudja, aki ha ember elég nehéz, hogy mászik egy 6000-es egyre, és objektív veszélytelenben lényegesen, mint a 8-esek. Mert azért látszik, hogy egy 8000-es hegy, az már itt ilyen 7000-8000 méter föld már olyan
olyan pirító, veszélyes objektív. Tehát a legkisebb döntés, az kész. Egy rossz lépés, az kész egyébként. Igen. Sokan van játéktér egy csúnya régióban. Ebben például van lehetőség. Az biztos, hogy én nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy mondjuk a néhány emberen kívül könnyen szponzorokat lehessen találni 8-as expedíció követő FTP-ben. És nem is biztos, hogy folytatni kell ezt a vonalat. Ebben neked teljesen igazad van. Én ezt így gondolom. Ugyanis én azt látom, hogy például Zsolt körül, nagyon őszintén meg egyszer kiüres lett a telep. Tehát még volt egy 5-6-7 éve egy csúcspont, fölmett egy rakás lány 8 öresekre, 10 emberből 9 évig te vezettél. Na tényleg hányan mentek fel a Gasadon csoportban, amikor felmentek, hányan nem volt a siker alá? 11-en. Mennyiből? 13-ból. Igen. Tehát azért egyiket megjegyzem a Nagy Sanyi, akivel azért sok problémák volt, azért ő is ugye, de akkor volt egy generáció, aki kurvára megtanult mászni, pont a Pamírba, meg a Kaukázusban, meg minden, azok nem völetben mentek fel a helyekre, azok alacsony 8-esekre. Tehát ott már a kapásban én azt láttam, hogy mikor a néhány, két alacsony 8-es megmászás után rászólt a magyar hegymászás az Everestre. Hát ez egy olyan rossz irány volt. Hát persze, hol a francban az Everest oxigén nélkül? A csójuktól. Hát ég és föld egyébként. Oh, és talán 10 évig eltartott ez a dolog, míg rájöttek, hogy bizony elég nagy a lépcsőfok az Everest meg a csójuk között. Hát nem, hát és kellett hozzá hány expedíció, kellett hozzá 20 expedíció. És miért ezért a nyomorult 15 perc? Ne, hát azért 20 expedíció nem kell, mi soha nem mondtuk ezt a baromságot. De hogy nem, hogy hát, rengeteg expedíció volt az Everestre. Hát azért 20 talán nem volt. Tehát Dávidnak meg a Várkonyi csak elég sok volt. 11. 5-6, 11. Jó, jó, ezek a, figyelj, de ezek a problémák, ezek nyilvánvalóan önismereti helyzet. Tehát az, hogyha valaki oxigén nélkül, matematika, egy picit ismerni kell. Oxigén nélkül akar egy ilyen magas hegyet megmászni, ahhoz a 8000 fölötti régióban baromi keveset kell tartózkodni, mert elhervad. Na most ehhez viszont baromi jó erőnlét kell, jó technika kell, kurva gyorsnak kell lenni. Viszonylag, persze. És jó, na most ha ez nincs meg, ha egyik sincs meg, érted, akkor baj van. Akkor te kísérletezhetsz 25-ször. Nem fog működni. Hát Anita, hogy marad? Tessék? Matematikai nem sikerül. Hát persze, ez számtalan, össze kell adni. Hát ez így nem működik. Tehát ezeket a dolgokat, ezeket tudni kell, ezeket fejbe kell tudni, ez nem kell fölmenni 8000-re, hogy tudjam, hogy te az életben nem fogsz oda fölmenni, ha itt ennyit teljesítettél. Különböző mászásokról kaptuk a híreket, és mindjárt mondtuk, hogy na ebből se lesz semmi meg. Mert azok a stációk, ha nem teljesülnek, tovább ez nem fog menni. És nem is ment. Mert ezt lehet látni, hogy ez hogyan működik. Mondjuk ahhoz egy kicsit is menni. Volt egy nagyobb kísérlet. Ott télen. Jó, hát persze ez nagyon szép dolog, meg nem tudom micsoda, nem tudom, valaki fölhívott, nem is tudom, azt nem a Louis volt, vagy ki. Mikor ezek hazajöttek, azért, hogy nem kéne valamit csinálni most már tényleg ezért, hogy ez nem. Figyelj ide, ez egy szabad ország, szabad emberek, oda mennek valamit. Hát mi csináljunk? Közben az történik, hogy ezek operett expedíciók szerintem, ezek igazán operett expedíciók, az ilyen operett expedíciókkal viszont az azokat megjönnek. Persze, de hát most... És ez viszont azoknak, akik esetleg tudnának csinálni valamit, az ők hálunkra jár az egész. Laci, hogy vetsz ennek, hogy magyarázod meg, hogy ez egy hülyeség? Hát legjobban úgy, hogy a szponzorokat tisztába tenni arra, hogy mi a mászás, mi nem mászás. Na de az ő szponzorait te nem tudod tisztába tenni. Ebben biztos, hogy nem. És a média meg szereti ezt. És nagyon pöpec, én láttam, hogy milyen izéjük van. Szóval olyan profin nyomják, hogy... Hát ez egy másik kérdés. Hát nem értek a mászáshoz, Balázs, hát simán benyolt, hogy de nézd meg, majd figyeld meg, egyébként én... Fantasztikus angol tudnánk. Igen. Egyébként... Ennyi hegyen voltak, eddig elértek, most te honnan tudod, hogy ez nem teljesítmény, hogyha te nem értesz hozzá? Tehát most nekem ide jönne egy, mit tudom én, atléta, hogy azt mondja, hogy nem tudom hány perc alatt futja a 100 métert,
jó van, mit tudom én, mennyi a vitát ilyenkor vegyesz. Hát figyelj, aki azt mondja, hogy milyen hülye, hogy mit szomjazik ott, amikor ott van az az összes izé, szóval annyi esze nincs, hogy az se teljesen hülye azért. Szóval ilyennek nyugodtan be lehet adni, amit a Konyi is egyik előadásán elmondott a Kansúr falra, hogy 6500-ig fölmentek, és azt mondta a Konyi, és hát fülemmel hallottam. De kár, hogy nem sikerült az időjárás miatt tovább menni, pedig kimásztuk a nehezét. Túl voltunk a nehezén. 6500. És mondtam azt, hogy Konyinak mondom, Konyi, figyelj ide, itt van egy kalkulátor. Figyelj ide, itt van egy kalkulátor. Tedd már meg, légy szíves, hogy szorozd már ki, vagy oszd ki 6500 és 8850-nek a különbségét. Aki túl van a nehezén, és azt mondta, hogy ne vicceljek, én nem jártam ott. Hát mondom, én tényleg nem jártam ott, és valószínűleg nem is fogok ott járni, mert ez nem az én terepem egyrészt, másrészt pedig ekkora hülyeséget se tudok mondani. Hát komolyan mondom. Szóval és ezt elhiszik, ezzel a kommunikációval, ezzel le. Én annyiszor mondtam a Péternek például, hogy most mondjak valamit. Hogy a szövetségnek és a más, a Gaba meg is említette a cikkében, hogy a Zsolt és a Zsolt és a magyarok a világ 8000-esei rendszere mennyire lefedik a magyar hegymászás igazán jó mászóit is több szinten, például nagyfalmászók, sportmászók, stb. Igen, ez így is van. De ennek nem kellett volna így lennie, és azért nem kellett volna így lenni, mert föl lehetett volna ezt, még a mai napig is meg lehet csinálni, most meg kicsit nehezebb talán, föl lehetett volna lendíteni ezt az egész dolgot. Azt mondtam a Péternek, hogy gyertek el, most azért mondok néhány kritikát is voltok, hadd mondjam, hogy miért nem tette be a Zsolt ide a lábát soha, és miért nem akart. És ebbe igaza is volt. Noha én egy csomószor kapacitáltam, de én is ezen a véleményen vagyok egy picikét, és ezt elmondom. Hogy én egy jó párszor mondtam, hogy gyertek el sajtótájékoztatónkra, vagy akár egy repülőtérre, ahol a média jelen van. Mi tényleg nagyon szeretnénk, hogyha a magyar hegymászásnak olyan ágai is bemutatkoznának, lennének, esetleg megismernék, hogy van egy szövetség, annak van egy elnöke, van egy hegymászóbizottsága, vannak néhány mászói, és azok elmondják a véleményüket, esetleg szót kapnak 5 perc erejéig, már ott van a... Ez soha nem történt meg. Egyetlen egy sajtótájékoztatónkon ti nem igaz. Kettő sajtótájékoztatónkon. Melyiken voltál ott? Én tudom, hogy melyiken voltál ott, de az valamilyen, mert benne egy megbeszélés volt azért. A jégpályán voltál ott. Nem, csak ott voltam a jégpályán, plusz egyszer volt egy másik sajtótájékoztató, ami az MTS-nek a székházában volt. Azt tudom, amikor meghalt a Levente. És nem volt semmiféle lehetőség, semmiféle szakmai bemutatkozására, hanem én meteorológust dicsértetek az égbe, hogy milyen, ilyen, precíz, stb. Ezek a sajtótájékoztatók rólatok szóltak. Nem is kellett, hogy mások szóljanak. Péter, de nem egy, a sajtótájékoztató arról szól, amit én akarok. Ha te jelentkezel, de Péter, ha én nem látom, ott kellett volna üljél közöttünk mindig. De Lajos, te ezt nem tartanád olyan furának? Én legalábbis annak tartanám, hogy jelennék egy újságíró, hogy most ők oda jönnek, meg az érdeklődők oda mennek, és azt mondják, hogy szeretnének ennél erről az expedícióról hallani. Ehhez képest oda megyünk, és van egy szövetség, aminek van ilyen olyan szakába. Ez nem így működik. Ezt csak úgy mondom neked, ez nem így működik. Először is ismerjék meg a szövetséget és a szövetség elnökét az expedíción keresztül, az expedíció munkájával. Majd aztán már külön is lehet ezzel. Tehát anélkül ez nem fog működni. Tehát én nem hűltem meg. Nem arról van szó, hogy te odajössz és beszélsz a Buruc-Mariék dolgokat. Nem erről van szó. Arról, hogy az expedíciókkal kapcsolatban, és akkor már van egy ismertség, már van a szövetség, amikor a repülőtén megkérdezik Farkas Pétert, vagy megkérdezik a Bandit, vagy megkérdezik a Gusztit, hogy akkor... Tehát van egy ilyen helyzet. Én csak annyit furcsálok, amit a Zsolt is, soha egyetlen egyszer nem tudtunk mi egy szövetség és e között az expedíciós sorozat között a Nagy Sanyinak vége van a tekintetben. Pontosan, de mi sem tapasztaltuk a kiadalatokról egy kicsit nagyobb nyitottságot annak ellenére, hogy Nagy Sanyi a főjog eltűnt, viszont, és a másik, a Szabó Laci mondta ezt, hogy Lajos, erre kritikálta, ezt nem mondtad neki is, hogy azt mondta, Lajos,
Minden egyes sajtótájékoztatótokon ott van a szövetség expedíciós vonulatának a képviselője, te. Mert te voltál az expedíció szakágvezető. Na de már ne haragudj, én ott vagyok, de nem nekem kell aztán tovább az egész szövetséget képviselni. Én az expedíciós rendszert a mi ügyükön keresztül azt hiszem, hogy képviseltem. A sajtó az egy nagyon külön érdekes téma, itt egy képviselője, biztos meg tudja erősíteni, de vagy szárfordni, akkor nem így van. Rohadtul nem érdekel az senkit, hogyha Kovács János felmászott a csúcsra, és nagyon jól érezte magát. Ebből nem lesz interjú, nem lesz semmi. Tehát expedícióknak van egy olyan vonzereje, hogy a legnagyobb hegyekre mennek, és itt úgy gondolják a laikusok, hogy ez szakmailag is a legnagyobb teljesítmény. Neki nem állhatsz elő azzal, hogy nehéz alpesi falak mászása az legalább annyi. Ezt értjük, ezt értem is, de megmondom, hogy miért nincs igazad. Azért nincs igazad, mert nincs kultúrája. Ezt jól mondtam. Mert nincs kultúrája. Egy kultúrát meg kell teremteni. Ezért dolgozni kell, ezért nyomatni kell, például PR rendszert le, sokkal több filmet, ismeretterjesztő helyzetet be lehetne egy tátramászásról. Tehát olyan helyeken úgy kell elkezdeni ezt az egészet, hogy az alapoktól, mert Magyarországon ennek tényleg nem nagyon van kultúrája, és ezt föl kell vezetni. És mit gondolsz, hogy ha a mi programjaink nem a Mozdulj programon keresztül lettek volna népszeresülősítve, nem csinálunk filmeket, nem mutatjuk be, hogy hogyan készül a tonkba, és mi az a tonkba, nem mutatjuk be, hogy mi van Erdélyben, a Bucsecsben, meg az Oltárkőn, meg a nem tudom mi, a filmeken keresztül, akkor ezt ki ismeri meg, akkor minket ki ismeri, csak azért, mert fölment a Zsolt mondjuk a Dalagirire. Senkit nem érdekel ez, és nem is kell, hogy érdekeljen. Épp az előbb vázoltam, hogy a mi fő csapásunk, ami miatt ugye a Zsolt is hihetetlen ismert és híres lett, az a mellékmunka, amit csinált, az extrém törvényügyei, a Mozdulj program, a megálló csoporttal való akcióink, stb. Ezek mind nincs igazad. Nem tudom, mennyire mérhető az, hogy ezek a programaitok mennyire népszerűsödött a hegymászás Magyarországon, mert te most ebből azt hiszem, hogy az a véleményed, hogy amit ti csináltatok, ez igen, bezzeg, amit mi csinálunk, az nem. Nem, hát nem vagytok jelen vele, az a bajom. Veled nem vagyunk jelen, máshogy jelen vagyunk például az, hogy kitettünk a Margit-szigetre egy mászófalat, abban az időben 70-en jelentkeztek egyesületekben. Mint a mászófalról, tudjuk meg miért is. Tehát magyarul, én nem gondolom úgy, hogy az expedíciózás, a hegymászás, összes más szakág nem létezik. Én még csak kiemelkedő szakágnak sem tartom, de én abszolút egyenlőségemet tennék az összes szakág között, és mi ezt olyan módon próbáljuk népszerűsíteni, például a mászófallal, amely sokkal közelebb az életet. Sziasztok! Bocsáss meg! Tehát azt mondom, hogy az expedíciózás, hogy úgy gondolom, hogy valaki elmegy megnézni a himalájai mászásatokat, nem baj, hogy benne viszont hegymászó, ez érdekli, de azt mondja, hogy én ez úgy sem ezek, nem áll közel hozzám, mert nincs a lehetőségem. Azért ugye nem csak képesség, hanem lehetőség kérdés és egy 8-es megmászása. Ugyanakkor, hogy én oda viszek nekik egy mászófalat, és azt mondja, gyerekek, itt van, próbáljátok ki, kipróbálja, én ezt tudom. Ez közel-közel elhisz, hogy ezt ő is tudja csinálni, ezért belép egy mászóklubba. Tehát ez lehet, hogy ebből kimaradtunk, sokkal többet tehettünk volna, de nem igaz, hogy nem tettünk más területen legalább annyit, ami vonzotta az embereket a mászó közösségbe. Az, hogy ezekkel a újságokkal azért, meg a egyéb újságokkal leültünk és megbeszéltük azt, hogy mindig legyen hegymászás, megkértük, néha szállítottunk cikkeket. Ez is a PR része. Én tudom, hogy nem vagyunk tökéletesek, messze vagyunk attól, hát önkéntesektől mit vársz? Ugye itt mindenki dolgozik 8 órában, és utána megpróbál a szabad idejében még valamit tenni róla, de mondom, én nem látom azt, én nem hiszek abban, hogy az expedíciózásnak a népszerűsítése a legjobb mód arra, hogy a mászást népszerűsítsük, és minél több embert vonzunk a mászóklubokba. Ebben nem hiszem. Én abban hiszem, hogy a kézzel fogható dolgok, menjünk ki a sziklára, legyen egy nyíltabb az Oszolyon. Csináltunk ilyet is egyébként. Oszolyra kimettek, ott volt valami 200 ember, nem bírtuk a tömeggel. Tehát ezek szerintem legalább annyit tettek a hegymászásért,
mert mondjuk, mikor én hegymászásról beszélek, akkor az egész hegymászásról beszélek. Nem csak az expedíció szakágról, ami egy szakág a többi 30 között. Csillapinizmus, búder, sportmászás, nagyfalmászás, hagyd ne soroljam. Tehát elfogadom a kritikát részben, de azt nem fogadom, Péter, meg, hogy nem tettünk semmit. Péter, figyelj be. Én egy árva szóval nem mondtam, sőt az ellenkezőjét mondtam. Én soha nem mondtam azt, hogy az expedíciós hegymászás a hegymászás. Szó nincs volt. Sőt, én körülbelül ezt 5%-ra tartom, és a gabáék, az osziék és a többiek nagyfalas mászását zseniálisnak, és sokkal nagyobbnak tartom. Tehát én pont nem vagyok ebbe az egész dologba. De én a PR oldalát mondtam ennek. Ha ez már ekkora PR rendszert és média rendszert kapott, és tudjuk működtetni, akkor erre kéne rácsatlakozni, és nem csak saját magát ki, mert ebből le lehetne választani aztán, hogy ez mi és hogy és merre. De én ezt mondtam. Mondjuk én annyit látok itt ebben az egész dologban, hogy visszatérve tényleg valami nehéz erről beszélni, ugye meghalt ember, és Zsoltról is kell beszélni, szóval igazán az emberek szerintem alig tud erről igazán beszélni, de mindeket kell róla sajnos. Hát szóval itt tényleg volt a Zsolt egy zseniális 8000 méter fölötti mászó. Ő azért nem volt egy extrém mászó, de ebben a 8000 méter fölötti nélkül zseniálisan bírta ezt a magasságot, és az eredmények, ahogy ő kapott lehetőséget, kurva sokat, de ezekkel bizony ért is, mint sikeresen, akárhogy is nézik a dolgot. De a többit nézem, hát nem azt mondom, hogy középszerű, de hát hozzáképpen sokkal kevésbé sikeres emberek vannak, sőt vannak egészen gyatrák is, márhogy a sikeres személyiség szempontjából. És ez a kettő, a Zsolt, meg az összes többi 8000-es mászó, az bizony 20 éve már fedi le az egész magyar média, meg mindenfajta hírforrás. Hát nincs 20, aki lefett, hát, kifedett. De nem, szóval mindegy egyébként. Hát most tudjátok, miről beszélek, hát egy kicsit pontatlan voltam. Tehát ez azért biztos egy rettenetes aránytalanság egyébként, hogy 15-20 éve a 8000-es mászásokról szól a dolog, amikor tényleg egy-két nagyon komoly eredmény történt, és főleg Zsolt csinált egy fantasztikus sorozatot. Tényleg nagy baj, hogy nem folytatta tovább, mert akkor legalább meg lett volna ez. Cerevis legbelülben. Tessék? Cerevis. Hát neki nem az, a problémája a lábának az elvesztése lett utána. Hát, de érthetően csinálta tovább, hát miért ne csinálta volna, lehet műlábbal mászni, Szent Őszabocski tőlem mászott műlábbal, mászik még mindig 60-valahány évesen. Persze. De itt az a gond, hogy itt tényleg lett, ez valami baromi aránytalanság volt, ez nem a... Tehát, ez már mindegy egyébként, csak innen is van ez a rettentő nagy zuhanás a sajtó felül, hogy a sajtóval rettentő sok figyelmet belenyomott, és akkor látja, hogy most ebben mi történt ez a dologgal. Most mi a hol állunk most egyébként? De arra kezdjének akkor ötletet, mivel ugye tényleg valóban sajnos egy ideig nincs kultúrája ennek a tevékenység Magyarországon, ami megdöbbentő az, hogy Csehországban, ahol 8 millió ember él, ugye a túraboltok forgalma kb. 50-szeresé a magyar túraboltokénak, és én nem ismerek egy olyan cseh családot se, ahol nincs egy túragabancsa mindenkinek. Magyar családokat ismerek ilyeneket. Magyarul nincs meg a kultúrája, ez azt jelenti, hogy a média azt veszi, ami magas. Az Everest az nyilván az a legnagyobb, tehát az a legnehezebb. Az, hogy Babcsán Gábor nem mászott egy 3000-es csúcsot Patagóniában, hát kit érdekel, miért kell neki erről írni? Tehát amíg, ez nem egy napról másik, ez szerintem évtizedek, amíg egy ilyet elindít az ember. Nem indítottunk el semmilyen programot, mert nem tudjuk, hogy kell. Jó lenne. Mondani, hogy én egy országos politikai napulatnál dolgozom. És hogyha médiáról beszélünk, akkor nehéz megfogalmazni, most akkor kinek is címeztük ezeket a dolgokat, amikről szólnak. Mi nyilván nem fogunk arról írni, pedig többen dolgok, hogyha a kékesetőrekről sétál. És az, hogyha kitesztek egy mászkapart a Margit szigetre, mi arról sem fogunk írni. És pont ezért ilyen helyeken kell elkezdeni. A hosszú évek munkája lesz, és akkor kinő egy olyan kultúra, meg kinő egy olyan... Igen, én is így látom valahogy, hogy sajnos ez vízfejű lett ez az egész. De akkor már nem vagyunk abszolútól. Hát sokan helyeken kell elkezdeni, ilyen helyeken kezdtük el. Ozon Networken folyamatosan megy. Egyébként, csak hogy visszatérve, hogy... Hát a Laci sokat tudom beszélni, most éppen hallgatta, hogy aztán tényleg tudna erről beszélni, és jó is van. Megszólal, bár szerintem megjelenően nézi ez a történeteket. Itt az a gond, én azt látom, hogy egy alpesi országban, vagy Németországban van 200 alpesi mászó, és van 2000 Himalája mászó. De hatalmas hátvédikai is van. Tehát 200 000 mászó tudja, hogy Németország 200 000-en vannak azon Dacia Alpa fejbe benne. Hát 1 700 000-en vannak, a DLV-ben 1 700 000-en. 1 700 000-en.
jó az a német alp. Tehát amikor, és abból néhány ezer Himalája mászva. Nyilván, hogy valaki az alpokban jól mászik, és nagy eredményeket hoz, vagy patagonián valamit, akkor ott 2 millió ember tudja, hogy ez pontosan mit csinál. Ez egészen más, mint Magyarország. Tehát az, hogy pont elmondta, hogy Romániában pont ez volt a helyzet, hogy Jan Leveresztre akartak menni, nem a románok. Ugyanez volt egyébként. Minden erőforrás az Everestre. Nem? Nyolcszeresek. Na, az Everest a... Tehát van egy, hogy Everest, aztán a K2, aztán itt a Romány most a Naga parbatoznak is egy kicsit. Most is ugyanez, hogy van 8000-es. Ja, igen. Csak annyi különbség, hogy Romány, hogy azért csak van, hogy több más szól Romániában. Tehát itt Magyarországon minden Zsoltra volt alapozva. Ő egyedül, aki többet csinált, mint 3 vagy 4. Persze. Romániában azért van, vagy 4 vagy 5, akinek van 5-6. 4-5-6 Gábán, Kalibásán. Esetleg az egyik meghal, mint Kalibásán a legjobb, egy teljesen srác. Nem neki van a legtöbb, de ő a legjobb, hogy esetleg az egyik meghal közük, azért van valaki, aki rögtön viszi tovább. Na most a Oriának van a legtöbb. Igen. De még az azért, hogy azért ugye ezért nem Magyarországon látom van kb. 5000 ember becslések szerint, hogy foglalkozik valamilyen módon hegymászással. Ebben beértünk azokat is, akik mondjuk minden nyáron összejönnek a Biafelvetel. Érted, 7000 van, biztosan nincsen 10. Ezek közül, akik expedíciózással foglalkoznak bármilyen szinten, ez szerintem a 3%-a. Tehát nem ez az a tevékenység, bárcsak az adottságai miatt sem, ami megragadja a nagy tömegeket. Egyébként az idők is változnak, ugye mostanában mindenki műfalra megy, mert ki sem megy a természetbe, mert közelebb van egy tovább. Ez a tevékenység, ami megragadja a tömegeket, ami a tömegek figyelmét megragadja, az mindenképpen ez. Tehát, hogy ez is egy jelenlegi másik. Igen, ezek csak az amatőrökért. Tehát pont olyan országban van, ahol persze kultúra, ott, tehát teszem azt, hogy ezt tudna, hogy egyik leghidesebb francia mászó, nem a 8000-es mászók, hanem a alpesi mászók, hogy ez tudja, hogy van. Tehát a szövegek számára... Hát igen, de ez nálunk, igen, de nálunk adottságainkból hiányából adódóan sajnos ez... Koller, ő sosem mászott magas hegyet. Pontosan, és ugye itt Magyarországon egyébként, amiért van egyébként a hegymászó társadalomnak is elmérjük az expedíciózással szemben, az részben az azért van, szerintem legalábbis, mert különbséget kell tenni, amit a Márkőzsi nem tesz különbséget a leghíresebb és a legjobb között. Tehát ugye Zsoltos sokszor most itt millióször volt írnak, hogy a legjobb magyar hegymászó. Ezt én, mint a szövetségvezető, nagyon úgy érzem, hogy ez nagyon méltatlan megalapítás azokkal szemben, akik azért a saját műfajukban ennél még talán nagyobb eredményeket értek el. Persze. De hát azt mondom, hogy itt az egész, hogyha az egész kultúrát kell átalakítani, akkor azt szerintem egy Magyar Hegymászó Szövetségnek a 0 alkalmazottjával és 3 lelkes valaki, ez túl nagy feladat, ez egy kicsit több kéne. De én nagyon bemis rajta vagyok, 10 éve is ezt szerettem volna, teljes kudarc. Néha azért nem teljes a kudarc, néha azért van, például ne legyétek, mert dicsekvésnek tűnik, a Magyar Nemzetben Csontos egy oldalt írt rólam, és utána azt mondták, ez az 7-8 éve, az mondják, hogy a legjobb cikk volt az újságban. Járai, akkor csak fél oldalt kapok. Tehát magyarul vannak ilyen lehetőségek, és úgy veszik, érdekli az olvasókat, csak tehát az újságírók sem hiszik el, hogy ők máshol írnak, kicsit lazárt kírusban, könnyedén szórakoztatókban esetleg, akkor az érdekli az olvasókat. Meg kell próbálni, mert lehet, hogy érdekli, legalább annyi, mint a tragédiák. Tehát ez az a baj, hogy egy... Itt a feladat. Ki a hengyőtünk az irányba, és... Mi aztán pont nem csak a tragédiákról érdekli. Így van. Ez szerintem, nem te vagy a legjobb példa. De ilyen szempontból még a Népszabadság van, és annyira jó volt, és te ismerettel. Mondod egy magyar nemzetesnek. Na jó, hát tudom, mondhatom, de pedig normális lapok, hát normális kommentárok, nem tehetünk meg egy ilyen. Nem, ezt én hoztam, ezt nálam van meg. Én ezt bekértem, mert én tartottam, hogy ennél küldtem vele. Ez a támogatott. Persze. Itt nincs íze, hát ez a minősége van. A kedvenc példám, hogy a figyelem az mennyire működik, hogy a Lajos éppen maradó, minden egyes sajtótájékoztatón, hogyha szóval körül, elmondják, hogy nem fordítottuk meg ezt a hegyet. Ezt a szót nem használjuk. Másnap 10-ből 9 újságban meghódították, szóval hogy mindegy. De mi az, amit mondtam az elején, tehát nyilatkozó valami, biztos, hogy ettél akartam, nyilatkoztak 20 percig, utána én meg sem nézem, amiket nyilatkoztam, mert tudom, hogy kiváljak a 20 percből azt a két mondatot, mert nem vagy éppen a legbüszkébb. Tehát sikerül mindig ilyen jó érzékkel kitalálni. Volt egy ilyen, most én is gondolkodtam, hogy mi a kutyafül legyen ezután, tehát most ami történt. Állati nehéz egyébként. Én azt mondanám, hogy ha az ember ilyen
utópista, vagy utópiában gondolom, azt mondaná Lajosnak, na figyelj Lajos, legyen egy két év múlva egy Himalája expedíció, szóval, ami normális, nem túl nehéz 8000-esre, egy év felkészüléssel, 5-6-3-4 használt ember, aki hajlandó egy csapatba dolgozni, mert maradt néhány ember, aki fel tud menni 8000 méterre, azért 5-6 fölmaradt maximum. Tudod, egy csapatban nem tudnak dolgozni az emberek, tegyük hozzá, igen, de tudod, három expedíció, csak az a baj, erre mondja, hogy utópia, és legyen mondjuk 5 fiatal, ami mint a megmászik egy valami 7000-es hegyet, ott jól mutat, valami Pamiri 7000-es meg tud mászni, és talán egy alacsony 8000-es. De ez egy utópia, mert ezeket nem lehet összerakni, és szervez meg, valaki bevállalja a technikai vezetőnek a szerepét, talán a Cino, aki még fel tud menni valami a magassággal, de legalább látja azt, hogy jó, csak egy utópia, de ezt nem lehet megcsinálni. De várj, lehet, hogy... Pedig szép volna. De lehet, hogy azt mondja, hogy nem a Himalájával kezdve. Azt mondja, hogy hiányoznak a lépcsőszokok, mert vannak ilyen példák, hogy amelyik kihagyod. De miért nem lehet Pamir, a többi kezdeni? Érted, nem lehet visszaállítani ezt a régi programot, hogy Pamir előre is mélyek. Drága! Mindent lehet, csak legyen valaki, aki megcsinálja. Ez a baj. Az egész beszélgetésben ez egy kicsit zavarja, hogy kicsit olyan fölülről jövő akar ez lenni, hogy most mit csináljunk? Hát majd kinövi magát egy generáció, vagy nem? Persze, hogy kinövi. Az expedíciók máshogy működnek, mert egy expedíciós az expedíciós társaságban nem olyanok, mint a Lacival hány, kettő expedíció mondom, két hónaposan egyik Patagóniába. Két napig szagoltuk egymás lábszagát, kicsit elég is lett a végére egymással, és a másik is. A lábszagából lett elég? Csak abból lett elég? Na mindegy, de egy ilyen kis expedíció, azok baráti társaságból szövődnek, mondjuk extrém expedíciók. De egy 8-es expedíció alatt is volt ilyen három, például az Annapurnára fölmászol, csak ilyen kis szerény fiú, és itt erre a helyre is két nap alatt ugye fölmenni. Tudtam, hogy ilyen ekkora mászó barátok van, a 7600 méterre a Kancsonyzongára, hogy melyik expedíció? Melyik volt a harmadik? Dauloldi. Igen. Na mindegy, ő pedig mondjuk nem egy 8-es mászó, hanem minden másban nagyon jó. Most te... Ez mind csak kísérlet volt. Nem, akkor igazán a Patagóniára. Tehát csúcsra nem jutottál. Igen. Tudok ám most egy ilyen tárgyalásra. Na, csak azt akartam mondani, hogy az ilyen expedíciók, egy 8-as expedíciók, azok azért konglomerátumok. Tehát azok sose úgy vannak össze. Én például majdnem az egész pályafutáson barátokat csináltam. A Szentről Szabolcsra másztam a legtöbb expedíción, hogy többet tudom, milyen egy fél lábon emberrel mászni. És ott nem volt olyan könnyű helyzet ezzel a fél lábos mászással. Én ezt el tudom képzelni, mert Szabolcs meg a társa voltam nagyon sokszor. És azért, amikor lefelé kellett menni, akkor mindegy kétszer nagyon gyors voltam, amikor Szabolcs fölfelé sose. Akkor kb. Egy tempóba mentünk. Hát ilyen magasabb hegyek. Néha még jobban ment, mint én. Amikor lefelé kellett jönni, bizony a fél lábúság az azért ez még se olyan, mint a két lába van volt, mert azért tudom lesúlyozni kell, mert gyorsnak kell lenni, az nem olyan. Most mindegy, ezek a 80-as expedíciók, ezek konglomerátumok, tehát ezeket csak egy ilyen szakmai vezetővel, egy Lajos ezt össze tudta rakni. Egyébként tényleg hatalmas dolog. Tehát azért akár is nézzük, hát mert 4 darab 8000-es volt meg, nem addig, hogy 2 volt meg, ahol beszállta abban az egészben 3 volt meg, Angaparbot volt, meg az Everest igaz. Nem, hogy akkor 12 volt. Azért ez egy elég nagy baj, valaki azért ennyit csinál. Az elég nagy baj, hogy a Zsolt Kövény kiüresedett a terep egyébként, és nekem picit az az egésznek a leírata, hogy ő is nem leírta magasabbat tette a mércét, de a mércének már nem voltak meg a reális feltételése személyileg, se nála egyébként. Nyilván valami nehéz volt ennek a dolognak, hogy családapa, áros szerepel a médiában, ez egy őrület egyébként, hogy ki a fasz tudja ezt megcsinálni. Azért van egyébként, mindegy, de hogy ezek ilyen konglomerátum, hogy csak úgy lehet összeadni, hogy van egy ilyen összefoglás. Ezek a Magyarország egy elég kicsi ország. Aztán utána vannak ezek a szólói, valakit szólóba csinál, vagy mondva, hogy nagyot, és nem tudja megcsinálni. Ebben nagyon kitűnőek vagyunk, de nem lehet egymás szörcfejtszokat alapozni a Himalájában, mert
vagy nem lőnek egy dolog, hogy a Broad Peak mély nem volt, vagy pedig a úgynevezett Forest Summit, vagy Rocky Summit, mert ott is van ilyen, ami azért egy kicsit hamarabb van, mint a főcsúcs. Így van, de nálunk volt. Tudom, mert az ott kép is van. De a mert egy elejétől fogva teljesen össze-vissza volt, összerakom, össze-vissza volt el. 2000-es, mert arról beszélünk. Nem, nagyon sok szerencsét el. De egyébként az nem a legnagyobb érték szerintem egyébként mindenek nem a 10-8-es egyedés, hanem az, hogy tényleg egy koncepció alapján csináltak egy programot. Tehát az, hogy volt egy cél, végigcsinálták ezt, szerintem ebből lehet tanulni, az, hogy de nem feltétlenül expedíciózás lehet ezt csak használni. Minden lehetne csinálni programot. Persze, ez minden másra, persze. Mondom, ez volt az úttörő itt. Egy ilyen maga megcsinálta 82-4-es. Igen, ez fantasztikus teljesítmény. Hát egy ha erre valaki, és ugye drága Cino barátunk, ha erre valaki, Mécs Laci, csöpög az irítség belőle, ha erre valaki azt mondja, hogy ezt a gyereket nem lehet 27 éves korában kivinni a Himalájába, ilyen pedigrével, ilyen fizikai felkészültséggel. Na jó, hát ez, na jó, de hát ezt mi tudtuk, nyilván is volt ennek. Igen, az út előtt hónapokban van minden adó. Igen, fölmúlt. Nem volt eltitkolva semmi. Igen, hát nem volt semmi eltitkolva. A Péter nyilván volt egy kis kockázata ennek a kimenetelnek, de látszott, hogy a kockázat az kicsi, ha meg nincs kockázat, akkor meg nagyon fog menni. Mert mitől menni nagyon. Van, hogy valaki kurva jól fut mondjuk 2 kilométeren, ami elképesztő eredményt, azért az lefutja át a maratoni távolt. Hát most de ez nem nyer vele, de... Nem nyer vele, nem ő lesz a nyugat, de hogy végfutja a maratonit, az biztos. Ja, ezt kevesen tudták, habár ha mi honlapunkra és a blogunkra ránéztek volna, akkor megláthatták, mert ahogy a Peti bekerült hozzánk, ez föl volt téve. Tehát a Petinek minden. És például Barázsék megírták. Jó, annak kapcsán egy nyilvános, hogy ez pedig szóra ment volna. Igen. Ha nem teszik, hogy kibeír 8000-esre, ezek a teljesítmények ugyanolyan nagy teljesítmények. Ez jó normál, hogy nem tudom, hogy azt mondom, itt nincs meg ott, nincs meg az érdeklődés. De ez nagyon nehéz kérdés, és nem tudjuk itt most meg ilyen megoldást hozni, de és hogyan lehetne megoldani. És ugye milyen borzasztó dolog a véletlen, és milyen borzasztó dolog az expedíciós hegymászásnak ez a kockázat váltája. Ezek a szakmán belül, tehát a magyar hegymászók körében nagyon gyorsan elterjedt, hogy a kis Peti, ugye emlékszem, én tavasszal voltam nálatok, és akkor már ez teljesen a beszámolóval, és mindenki pontosan tudta, és semmi van. Ugyanígy tudta ezt Neidenbach Ákos, és kétszer is beszéltem vele erről a dologról, és előre érdekes módon a kuvikok, és most mondok gyorsan kettőt, Mécs, Cino, Neidenbach Ákos, beállt ugyanebbe a sorba, nem sikítoztak, nem mondták ugyanazt a sommás véleményt, mint hogy most nagy felelőtlenség volt kis Pétertel. Még itt kellett volna, őt kellett volna, Cinót kellett volna elvinni. Cino, aki a 2003-as Vasebrum expedíciónak technikai vezetője volt, és egy agyi ödéma után nagy szerencsével sikerült lejönni a hegyről, majd egy hét múlva minden orvosi, az expedíció vezető és még több tárcsának a tiltása ellenére hajnalba kiszökött és elindult a G1-re. Szóval ez nekem ne beszéljen felelőtlenségről. Már bocsánat. Nem, hát ez persze. Miközben egy jó barátom a Cino, és én szeretem, nincs ebben semmi baj, de azért a hülyeség ne burjánozzon. És ki mondja egy médiában, hogy nagy felelőtlenség volt? Mécs ugyanezt tette. Jó, hát figyelj, az, hogy megint média arra vezető, hogyha valakiről mond valamit, ez... Nem feltétlenül azt kell mondani. Jó, de most nem is a médiumok érdekelnek e tekintetben, hanem az, aki ilyeneket beszél. Szakember létére. Mert azért a Cino Magyarországon azért jó, csak egy szakember. Attól függ vagyis, hogy melyik oldalról nézi a dolgot. Hogyha a hátul, tehát a végétől nézi visszafele, akkor felelőtlenség, mert mondhatjuk felelőtlenség. Ha előről nézi, és kis
Péternek az adottságaira, vagy a mit csinált arra. Fogalma sincs róla. De most egy teljesen ember dologról beszélünk. Persze, miért nem? Valakit megkérdezi, hogy a 6-os autópályára kellett-e az a 4 alagút, vagy az lehülyézi, aki megtervezte, a másik meg lehülyézi, az én nem terveztem meg. Tehát figyelj, vélemények vannak, megjelennek, miért. Péter, én ezt exaktabb dolognak látom. De nem, amit én szeretném volna még egy dolgot mondani ezzel kapcsolatban, és Erős Zsoltra visszautalnék itt. Mi a szövetség és Erős Zsolt kapcsolat, mert ezzel kezdődött az egész. A hegymás szövetséget besorolták, ugye most a Nemzeti Olimpiai Bizottság vette át a régi Nemzeti Sportszövetség szerepét. Azt hiszem, lehet, hogy tévedek, azt hiszem, hogy 5 szakága van. És ez a szakágnak már a megnevezése, ha most már 6 van, tehát olimpiai sportok, nem olimpiai sportok, rögtön így kezdődik. Tehát magyarul az, ha a nemmel kezdődik a neved, te egy nem olimpiai sport vagy, majd már csak alsóbrendű lehetsz. Erre kitaláltuk azt a nem olimpiai sportoknak vezetőjével, a Reyer Richarddal, hogy képviselje már ezeket a sportokat, ebben is van egy jó néhány sport, egy olyan ember, akit ismer az ország. Akkor felvetődött, hogy mi lenne, hogy Erős Zsolt. Mert ugye ő hegymászó, tehát hát többször sem hátrányos helyzetű, nem olimpiai sport, mégiscsak ismeri az ország. Mi lenne? Én Zsoltot felhívtam, és első szóval elvállalta. Szövetséget kellett képviselnie. Már amputált lábbal. Igen, tehát én nem látom azt, hogy itt volt a kapcsolat, volt egy távolság, de a szövetség az önmagában... Én nem érzem úgy, hogy itt nagyon-nagyon rossz lett volna kapcsolat. Én azért ezt másképpen tudom, és bizonyos értelemben helyet is adok, mert Sanyi nem ment el. A Sanyi, kedves Gáborunk utolsó beszólása eredményeképpen tiszteletbeli elnöke maradt a klubnak. És ez ugye még mindig... Egy akkora koszt volt Erős Zsolt szemébe, hogy azt mondta, hogy addig, ameddig az az ember ott van, addig ő benne. Tudom, hogy ez szemős, de így Zsoltnak kellett volna felülemelkednie. Jó, de a Zsolt nem tud felülemelkedni. 20 évig volt elvégig, a Sanyit már mindenki támadta. Én akkor azt mondtam a közgyűlésre, hogy ha valaki több mint 20 évig elnök, akkor az vagy csinált valamit, akkor valami társaság megérdemel. A Zsoltan, tudod mit csinált? Egy újságíró kereste a szövetségben a Zsoltan, interjút a körülbelül követ. Lecsapta a telefon. Gyilkosokkal nem foglalkozunk. Ez nem igaz. Nem újságíró. Bankár volt. Nem újságíró, egy bankigazgató kereste, aki szponzorálni akar. Úgyhogy ez egy kicsit másképp volt. Bárki belát természet, csak azt mondom, hogy tényleg nem a nagyságról beszélünk itt, hogyha valaki 20 évig vezet egy szövetséget, akkor az a mi hibák, hogy miért nem, ha annyira rossz volt, akkor mindenkiben miért nem váltotta le előbb? Demokrácia, simán lehetett volna vált, ha annyira rossz volt. A mi falunk polgármestere szétlopta az egész falut. Mindenki tudja, minden év, minden választásnál újra választ. Akkor ez az embereknek, nem? Na csak úgy mondom. Akkor azért egy nagy sali kell. Azt mondom, hogy magyarul nem volt olyan rossz a kapcsolat. Az utolsó választáson, hogy Budapestnek nem szintén. Nem nagy sali, nekünk Mohács kell. Hát, igen. De mondjuk, hogy a szövetség már, egyébként nézd meg a sporttörvény, minden a szövetség, egyébként egy nagyon szar az egész, nem tudom, kitaláltak ki, de hát van pár ilyen törvényünk. Gyakorlatilag megtiltja, tiltakoztunk írásban, de megtiltja a tagok, az egy egyének tagságát a szövetségben. Magyarul Babcsángában egy tisztembeli tag, de nem lehet tagja a szövetségnek. Egy csak egyesületek lehetnek, megszabja a feladatokat. Tehát magyarul én úgy érzem, hogy minden állod ilyen keretek közül akarjuk szorítani a hegymászást. Legutóbbi hírhet tévéinterjúmban, hogy megkérdezte a egyébként nem túl kellemes megjelenés, hogy Demcsák Zsuzsa, hogy miért mosolyogtam én azon, mikor sport. Mert tényleg nem tartom sportnak a hegymászást, azért nem, mert a sportnak a definíciója az, hogy szabályok vannak, amiket be kell tartanod. Tehát nem, ha futsz, akkor nem mehetsz át a szomszédnak a sávjába, stb. Másrészt nem nagyon vannak szabályok, és mégis van nagyon gyerek a szövetséggel szemben, hogy akkor szorítsa már bizonyos keretek közé. Szerintem ez ilyen szénhalom harc, itt megint a kultúrára mennék vissza. Annak az országban van egy hegyi kultúra, ott nem kell egy szövetség ahhoz, hogy keretek közé szorítsa, ott a szövetség az csak teret ad egy ilyen társas együttlétnek. Magyarországon egyrészt nincsen kultúrája ennek, márfényes, tehát a rendszerváltozás után az együtttartozásnak a kultúrája is megszűnt. Mert addig ugye kényszer volt, aztán hirtelen jött a nagy önállóság. Lehet, hogy még 20 év eltelik, aztán megint lesznek egyesületek, de nem csak a hegymászó egyesületek bomlottak fel, az összes.
az összes létező egyesület minden. Jó, de az nem csak az értelme. Ez lehetetlen, hogy teszik a működését. Ez nem, igen, ez nem csak az értelme. De németek mégiscsak összehoznak több mint 1 millió embert, a franciák nem tudom, azt mondom, 700 ezeret, az osztrákok 300 ezeret, igazából benne vannak a turisták is, tehát hogyha ilyen összehasonlításban úgy lenne akkor lehet, hogyha az NHS-nek, az NTS-nek az együttes tagságát vizsgálnánk, és akkor rögtön 25 ezer emberről beszélünk. De mégiscsak vannak ilyen, tehát ha azt mondjuk, hogy belépett be. Tehát egy hatalmas háttérikkal van, rengeteg cég gyárt egymásra felszéléseket, és azok szponzorálnak is. Lehet reklámcélra, lehet mozgatni. Nézd, Magyarországon a szponzoráció, legalábbis a mi szakmánkon belül, az egy nagyon kardinális kérdés, már csak azért is, mert kevés a szponzor. És az én tapasztalatom és meglátásom szerint nem érdemet szponzorálnak, hanem ez a mi esetünkben is így van. Tehát nyugodtan el tudom mondani, hogy ismeretség a szponzorálás. Tehát én biztos vagyok benne, hogyha én holnap után, mondjuk nem holnap után, de mondjuk egy 2 hónap múlva odaállítanék bizonyos szponzorokhoz, már 2 jelentkezett is, hogy amennyiben további terveim vannak, keresem meg őket, ők támogatnak. Tehát igen, mert van egy nexus, van egy adok-kapok, tehát úgy ki van nyalva a seggük általunk, ki volt, hogy az valami őrület. A te meteorológus példádra gondol. Soha életében ennyi reklámot nem kapott. Soha ennyi reklámot nem kapott, mint tőlünk. Majd utána ugye vérszemet kapott, és mondta, hogy most már csak pénzért tudja csinálni. És mondtam, hogy nekünk nem. Mert mi ezért busásan megfizet. Pontosan. Hát nem, hát nem. Hát miért? Miért semmi? Hát befizettünk megfelelő helyre, a spanyoloknak, és megkaptuk egy héten 2-szer. De egyébként mindenki tudja, mert ahonnan jön a pontos idő, nincs ezzel semmi gond. Na mindegy, nem is ezzel van. Ő nem is szponzor volt. Úgyhogy, tessék? Ő nem szponzor volt, tehát a szponzoroknak segít, kinyelje az ember, mert muszáj, hogyha pénzük leványik, hát, de ő nem is szponzor volt. A tekintetben igen, tehát ők a szolgáltatása a szponzoráltak, ez egy ilyen cserekereskedelem, mi pedig a média felülettel, illetve hát az ő, Balázs is nem tudom hányszor írta le Pártai Lucia nevét, és hát szóval... Azok az egész ország csak tőle hallgatott. Abszolút, így van. És utána még tőlünk pénzt is akartak kérni. Hát mondtam a Szaszának, mert Szasza közvetítette, hogy pénzt kell. Mondtam, Szasza, meséld el Pártai Lúciának, hogy mi is kiszámlázhatjuk a média reklám díjat, mert akkor azt hiszem, hogy gyorsan átválasztaná a másik oldalát. Okay. Na mindegy. Hát ez... Úgy is megkérdezett hozzánk, hogy mi az Országos Meteorológiai Szolgálattal vagyunk szerződésben. Na de ő nem. Tudom. Őt ott utálják. Persze, ezért mondom, hogy ennek ellenére, mivel az expedíciós kapcsolatban, ja, igen. Ő is bekerülhetett a címbe. Pontosan így. Ez soha nem jött volna nekem. Persze, össze. Így is van. És nem csak oda, a televízióktól kezdve mindenhol, mert hát ugye ez egy érdekes dolog. Hogyne, persze. Miután ugye egy másik expedícióból kiesett, mert azért az nem volt jó, hogy ők lenyomják a jó időrájárás jelentést, és azért hiúsul meg a csúcstámadás, mert épp beütött a rossz idő. Hát ez mondjuk a meteorológusnak a legnagyobb knokat. És ugye voltak, akik mindig erre hivatkoztak. Az nem zavart senkit, hogy aznap 30-an voltak a csúcson. Ja. Hát a magyaroknak biztos rossz volt az idő. Szóval ilyen, ez egy nagy szívás. És ugye szegény Lucsi azt mondta, hogy ez nem megy, gyerek. Egyébként a PR-ról még annyit, hogy most ugye rengeteg nyilatkozat kapcsán mindig, kivétel nélkül a végén, mindig azt kértem, és mindig megértő fülekre találtam az összes riportertől, hogy nagyon köszönöm, hogy megkérdezte, értem az indítékot, hagyd kérjem már azt, hogy amikor leülepedik ez a hullám, és ember lassan elfelejti, hogy minden csoda 3 napig tart. Egyszer ügyön el beszélni arról, hogy miért jó mászni. Mert ugye mindig az jön le, hogy ez egy, a hírendék egy más lakó, aki ide jön, és nem tudom, hogy miért kell mászni. Tehát amire jön a médiában, az, hogy mindenki ülj, aki mászik. Beszélj már erről, milyen jó ötlet? Ezt észben tettem azért, mert egyszer nagyon csinos volt a riporternő a TV2-től, nem a Lemcsák, másrészt meg azért, mert tényleg jó lenne erről beszélni.
Mindenki megígérte, ez volt ugye rögtön a baleset után egy-két nappal, azóta ülök és várok. Hát ez ilyen. Tehát magyarul nem, tényleg nem tudom, nem vagyok PR szakember, nem tudom mit kell tenni abba az irányba, hogy, vagy azért, annak érdekében, hogy egy kicsit a hegymászás olyan nyilvánosságot kapjon, hogy vonzóvá tegye az emberek előtt. Mert amit eddig próbáltunk, az mondom ilyen kisebb akcióktól eltekintve, amik azért nem voltak rosszak, de nyilván nem országos akciók voltak. Persze. Itt ez van. Persze, hát... Jó, de mondom, ezt nem számomra... Program kell, mert program nélkül nem megy. Ebből az egészből, amit leszültem most, amellett, hogy véget adtam, hogy nagyjából úgy érzem, hogy már látom azt, hogy milyen, mik vezettek ahhoz, hogy az történt, ami történt. De másik az, hogy a program, tehát a tudatosság, amivel ezt össze lett rakva, annyit az úgy példaértékű azért. Hát minden öntömézenezés nélkül magunkra, én látom, hogy ez hogyan működött és hogyan ment, és ezért tragikus ez, túl azon, hogy ugye Zsolt és Peti most oda lett, de ezért tragikus ez, mert ez egy nagy álmunk volt, hogy ezt végigcsináljuk. Nem a dolognak a grandiózussága miatt, mert mint ugye látjuk, sokan másznak 8000-est, így is, úgy is, amúgy is, szoria így, mi így, a másik úgy, a harmadik így. De egy program mentén ment, és ki lett találva, hogy miért nem az. Hihetetlen viták voltak, tudom, amikor a Zsoltnak amputálták a lábát, hogy akkor hogy legyen, meg mi legyen. Mondom, megmondom, mi lesz, gyerekek. Semmi probléma. Ez egy édes jelenet volt, amikor tolják ki a Zsoltot este a műtőből, és viszik a, hogy hívják azt a szobát, ahol intenzív. Korterem, de viszik az intenzívre, és jön a nővérke, rohan, szalad, azt mondja, jaj, és akkor hozza a csövet, és rakja ezt az oxigénes lószart oda a Zsoltnak, és mondja, lépek, mécs meglök, nézzem, hogy mit csinál ez? És akkor mondom, bocsánat, no oxigén. Nem így van. A nő sikítozott, hogy mit keresünk, mit mondom, no oxigén. És a Zsuzsu is ott volt, még annyira röhögött, hogy majdnem beleesett az ágyba. Erre Zsuzsó fölébredt, és úgy félkómában mondta, hogy mondjuk meg Hildának, hogy azt nem vágták le csak a lábát. Szóval volt ott azért egy hangulat abban. És ugye egy hét múlva tettem azt a szerencsétlen kijelentést a kórterembe, amitől megkapta a magamét Szabitól. Szabi még talán meg is könnyezte ezt. És mondtam, kérdeztem Zsolt, hogy hogy van, jó van, minden. Hát most már kezdek jól lenni. Oké, Zsuzsókám, szeptemberbe csóljuk. Erre a Szabi megfogott és kicipelt, azt mondja, hát Lali, ne haragudj, de azért ilyet nem lehet, szóval ezt nem lehet csinálni. Úgy leteremtette a Szabi, azt hittem megüt. Én is egyszer úgy felhúztam, hogy elment asszot elakadt verni, nem tudom miért. Azt én tudom, az Katmanduba volt, ahol majdnem megvert téged. Ott is volt, de egyszer egyszer. Ott majdnem kiúztad a nyugvát. Iszonyan lassan cserkészte be az Ergét, és én sokkal nyilván, ahol teljesen felállóra mentem az Ergéhez, és miért lenyomtam volna exponáló gombot, az lett az Erget miattam, egyébként elirablott. És azt mondta, na most már akart a barátságunkat szakítani. Igen, és hát ez... Többször egy fotó miatt bárkivel érkezheti, hogy mindentel kapcsolatot el. Figyeljetek, egy kérdésem lenne, mivel elég elszatizőnak nekem azt lehet lenni, én vidéken lakok, viszont a plegyka éjségen ezt szeretném vidégíteni. Lajos mondta, hogyha meg kikapcsolják azt a izét, akkor mond valamit. Nem lehetne ezzel még túlesni, vagy már elmondtad, és... Zárjuk le. Persze. Tulajdonképpen, amit le kell zárni, azt a Péternek kell lezárni, mert ő a meghívó fél. Mert tehát... Csak annyit tudok mondani, hogy mint az elején mondtam, nem teljesen tisztelnek az egésznek a műfaja. Úgy érzem, hogy kialakult a műfaja, tehát van egy tiszta kép, hogy mi történt. Nem egészen tiszta az a kép, hogy mit lehet ebből továbbadni az utódoknak, meg a jövő generációnak, meg a jövő hegymászóinak, de ezt kitaláljuk, és most én úgy érzem, hogy ezek után nyugodtan jó lenne, hogyha az MPS az közé tenne esetleg egy nyilatkozatot, amit persze vagy megvesz a sajtó, vagy nem. Hogy, és ez... Tessék? Történtek? Hát azzal, hogy mi történt, és zárjuk le, és lépjünk tovább.
Hát ez szövetség. Ez szövetség. Nem mondom, jönnek. Tehát ez tényleg, ez nem bőz. Heti egy-két e-mail folyamatosan jön emberek részére. Tehát van egyfajta igény arra, hogy tegyen már pontot valaki ennek a végére, és ahogy mondta, a szövetségtől várják. Az én igényem is ez. Tehát én is ez. Nagyon jó. Ezt a szövetségtől várják az emberek, akkor mindenki igyekszünk pontot a végére. És ehhez valamit megtartam a szükséges amuníciót. A szerkesztőségi jó, hogy lesz egy csodálkozó, mit akarnak ezek egy hónap után, de mostanra jött ez. Semmi gond, hogy egy hónap után az, hogy... Tehát ezt mindenki kell majd kommunikálni, hogy legyen valahogyan megindokolva, hogy miért ilyen későre a szövetség. Azért, mert nem a ilyen felfogazott érzelmi állapotban. Persze, ez nincs időbe. Egyébként én azért nem akartam, te is javasoltad, ebbe most emlékszel, az e-mailbe, hogy nem lehetne a szabadságolások után. Mondom, eszünk ágában nincs, ezt vagy most kell megcsinálni, hát a napi cseszegetések és a napi, én 227 helyre vagyok meghívva mondjuk hetente, és jönnek az elcseszettnél elcseszettebb hülyeségek, és én nekem ebből elegem van. Tehát azzal fog, most ugye mondtam a Toldi Gyurinak a barátját, aki semmit nem ért az egészből, hogy Jézus Mária, ez teljesen hülye. Most azzal mit lehet csinálni? De hát el kell neki magyarázni megint, még egyszer, mert becsukott szemmel ugyanazt, és ezek mind le vannak ám írva egyébként. Lehet, hogy nem minden van ennyire részletesen cizellálva, de ezek mind le vannak írva. Utána lehet menni a blogon is, ugye meg lehet. Na, tehát akkor azt mondom, hogy egyébként szerintem ezzel a magyarázattal lehet is kezdeni. Most, egy hónappal történtek után, kicsit hideget fejjel, nyugodtan. Az összes információ most már beérkezett, ami alapján úgy gondoljuk, hogy levonhatunk a következtetéseket, amiket mondjuk 3-4 ezelőtt nem vonhatunk volna le. Én csak azt akartam javasolni, hogy azért erre valamiképpen térjetek ki, mert egy hónap után már nem biztos, hogy igen, úgy néznek rá a szerkesztőségekben, hogy lehet, hogy... De nem is baj, figyelj, nem is ez egy hónap, mert hogyha ez megjelenik egy ilyen valami, akkor már jönnek a válaszok. Most már lehiggadtak az emberek, mindent elfelejtenek idő után. Erre már nem hiszem, hogy nagyon sokan, hogyha ez összeszedett valami lesz, megindokolva, mit miért, nem hiszem, hogy ez megint egy újabb vitákat fog érjeszteni, mert nem ez a célunk. Az a célunk, hogy lezárjunk valamit ezzel. Tehát ebből a szempontból szerintem nem rossz ez egy hónap várás, kivárás. És amit én fogok indítványozni majd, de ebben jó lenne, ha segítenétek, vagy akár át is lehet ezt a dolgot. Ennek kapcsán, hogy ezt megbeszéltük és tisztáztunk, amennyiben tisztáztunk. Én részemből tisztázom a dolog, de amennyiben levonva természetesen azokat a furcsa helyzeteket, vagy éppen hibákat, amik lent vannak. Mert mindenhol vannak hibák, itt is voltak, tudjuk nagyon jól. Tehát igazából főleg ez a már szerintem általában a hibát, hogy igen, most nem mondom. Ez nem a hegy hibázik, ez egészen biztos, de hogy hogyan van. Hogy én mindenféleképpen fogok kezdeményezni egy a Petinek egy Fairplay díjat. Szóval ezt mindenképpen szeretném, és amennyiben ti ebben támogattok, illetve a szövetség ebben, az most garantálom igen. Támogatás, igen. Na, mert ezt tehetjük közösen is. Az lenne a legjobb, hogy ne 600-a. Ezt megbeszéljük. Ezt megbeszéljük. Figyelj, ez nem szövetségi expedíció. Volt egy szövetségi megbeszéljük egy szakba, de akkor ezt kettőnknek kell. Tehát a szövetség és az expedíció vezetője, létrehozója javasolja. És mert akkor ez kettőnknek kell. Tehát most a szövetség hirtelen ne vegye már át ilyen értelemben, hát ez most hogy néz az ki? Persze. Nem. De mint szakmai szervezet, szakmai rendszer, jó lenne, hogyha, és itt akkor megint egy kommunikációs helyzetet is fel lehet venni. Én most holnap elrepülök. Jó, ez persze, és onnantól kezdve, jó, persze.